Oké. Hát akkor szeretettel köszöntjük a mai mentorháló hallgatóit. A mai webinárnak a témája az ERASZ és a rehabilitáció lesz, ami gyakorlatilag egy több határterületet magába foglaló, evidenciákon alapuló perioperatív ellátási protokoll sorozat. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mai előadóink között két sebész kollégát tisztelhetünk meg. Bánki Balást Tatabányáról, a Szent Borbála kórházból, és Fülöp Andrást pedig a Semmelweis Egyetem egyes számú sebészeti klinikájáról. A mai első előadásunkat Bánki Balázs fogja tartani, aki az ERASZ sebészeti vonatkozásairól, az eredményeiről, aztán jó magam Orbán Ágnes a Semmelweis, Kiskunhalasi Semmelweis Kórház anesteziológiai osztályáról az ERASZ protokoll anesteziológiai szemmel, és végezetül pedig András a prehabilitációról és arról, hogy hogyan tegyük hatékonyabbá az ERASZ protokollt. Szeretném akkor megkérni első előadónkat, Balást, hogy tartsa meg az előadását. Okay. Szeretettel köszöntelek benneteket. Én Bánki Balázs vagyok, ahogy Ági mondta, én Tatabányán a Szent Borbála Kórház sebészeti osztályán dolgozom. Ugye indítom a screen share-t. Okay. Látható az ábrán? Igen, látható. Látható, oké. Okay. Akkor, tehát ugye ahogy Ági mondta, mai napon az ERASZ-ról fogunk beszélni, ami ugye Enhanced Recovery After Surgery, ami azt jelenti, hogy egy támogatott műtét utáni felépítési rendszer, vagy felépülési rendszer. Ezt korábban Fast Track-nek hívták, ami az megtévesztő elnevezés. Ugye a Fast Track az egy gyors sávot jelentene, ami ugye azt sugallja, hogy itt a célja a programnak az, hogy minél gyorsabban a beteg átfusson a posztoperatív időszakon. Azért is változtatták ezt ERASZ-ra, mert nem cél a sebesség, hanem az inkább egy eredmény. Hogyha jól menedzseljük a beteget, akkor gyorsabban fog kevesebb szövődménnyel fölépülni. Úgyhogy ez most hivatalosan ERASZ-nak vagy ERASZ-nak hívják ezt. Az előadásomban egyrészt arról fogok beszélni, hogy milyen tényezők határozzák meg a műtéti rizikót, mert ez itt az egész ERASZ koncepciónak a lényege, hogy valahogy megpróbálnánk csökkenteni a műtéti rizikót, tehát csökkenteni a szövődményeknek az esélyét is, így a morbiditást csökkentve gyorsítani is a fölépülést. Ezen belül ki fogok térni arra, hogy a betegnek a tápláltsága, az alapbetegség, például daganatos alapbetegség és a műtéti stressz, ezek egymással kölcsönhatásban levő, egymásra ható tényezők, nem függetlenek egymástól, tehát együtt kell kezelni egységben ezeket a területeket. És akkor átérve az ERASZ-ra, ugye, mint egy potenciális beavatkozási lehetőségre a perioperatív stressz szintjén, pár szót a táplálásterápiáról, az ERASZ-nak az elemeiről fog beszélni, így áttekintő jelleggel, illetve néhány szót a jövőbeli perspektívákról. És úgy terveztük meg a mai napot, hogy tulajdonképpen ehhez az áttekintő előadáshoz, ehhez fog majd részletes anesteziológiai szempontokkal csatlakozni majd Orbán Áginak az előadása, illetve a prehabilitáció végül a Fülöp Andrásnak az előadásában, ami tulajdonképpen szerves egységet képez az ERASZ-sal, mint ezt látni fogjátok. Akkor kezdjük is, tehát a műtéti rizikó ugye ez egy igen összetett probléma, egy csomó faktor vesz részt a műtéti rizikó, összműtéti rizikónak a kialakításában. Erre nagyon jó szkórok meg rizikokalkulátorok léteznek, az amerikai társaságnak a kalkulátorát azt raktam csak föl a képre. Látszik, hogy rengeteg elemből tevődik össze. Ezeket tudjuk is, hogy mik ezek az elemek. Alapvetően három csoportba sorolhatók ezek a rizikófaktorok, ugye a beteg specifikus, beavatkozás specifikus és a sebészi tapasztalattal összefüggő. De lehetne itt említeni az anesteziológiai tapasztalatot is, tehát az orvosi tényező, ez is benne van. Ezek határozzák meg az összrizikót. Ezek közül érdemes kiemelni, ki is emeltem szövegben a tápláltságot, illetve az alapbetegséget, ezek nagyon fontos és jelentősen befolyásolják a végkimenetet.
De ugye úgy, ahogy a diánnak a címe is mutatja, hogy vannak prognosztikus és prediktív faktorok, ez két külön fogalom. Prognosztikus faktor az minden olyan tényező, ami meghatározza a végkimenetelt, előre lehet kalkulálni. Prediktív faktornak ezek közül azokat nevezzük, amik befolyásolhatók is. Tulajdonképpen az én szempontomból a prediktív faktorok az izgalmasabbak. A beteg korát, nemét azt nem nagyon, vagy nagyon nehéz befolyásolni, de a tápláltságát már igen. Tehát úgy is föl lehet fogni ezt az egész jelenséget, hogy ha ismerünk olyan rizikótényezőket, amik befolyásolhatók, akkor az kutya kötelességünk is befolyásolni. Úgyhogy az egész előadás ez erről fog szólni, hogy hogyan lehet így beavatkozni hatékonyan. Ha megnézzük ezt az ábrát, ugye itt azt mutatja ez, hogy nem jelentéktelen az, hogy a beteg az szövődményesen gyógyul-e. Hogyha ez egy vastag rákos betegeknél ez az ábra azt mutatja, hogy ha közvetlen posztoperatív időszakban valamilyen szövődménye van a betegnek, tehát morbiditása van, az a hosszú távú túlélését is befolyásolja. Ez a daganatos túlélést is befolyásolja. Fontos tehát a közvetlen perioperatív morbiditással foglalkoznunk. Most ezt érdemes megjegyezni, ezt az ábrát, ez tulajdonképpen az összefoglalója a mai előadásnak. Hát ugye arról van, az látszik, a háromszög maga a beteg, ugye a maga anyagcseréjével. De valamiféle alapbetegsége van ennek a betegnek, ez ugye a háromszög alapja, daganat, IBD, vagy valamiféle betegség a háttérben. Ez alapvetően meghatározza a betegnek az anyagcseréjét, illetve az anyagcsere válaszát. Hasonló súlyjal esik a latba a betegnek a tápláltsága. Ezzel külön foglalkozni kell, Andrisnak az előadása ezzel részletesebben fog foglalkozni, és ehhez jön a sebészi stressz. És azt szeretném majd megmutatni itt röviden a patofiziológiai háttérnek a bemutatása, hogy ezek nem függetlenek egymástól. Tehát a betegnek a tápláltsága az nyilvánvalóan az alapbetegséggel összefügg, de a stressz, sebészi stresszre adott válasz az is nagyon hasonló eredménnyel, illetve következményekkel jár, mint például az alultápláltság, mindjárt megmutatom. Pár fogalmat muszáj itt bemutatni a tápláltsággal kapcsolatban, ugye felsorolt a malnutríció, szarkopén, a kahexi és a frailty, ezek egymással átfedő fogalmak, mindjárt elmondom röviden, hogy mit jelentenek ezek. Azt kell tudni, hogy ezek közül mindegyik független prognosztikus és prediktív faktor is. Ugye a malnutríció, ugye ez az alultápláltság magyarul, ugye ez az ESPEN definíció, hogy bármi olyan felvételi vagy felszívódási probléma, ami a betegnek a testösszetételét azt olyan formában módosítja, hogy a fizikális és mentális funkciója az romlik, és ezzel összefüggésben a klinikai kimenetel is romlani fog. Ez a klinikai kimenetel romlik, ugye ez lenne a morbiditás. Benne is van tehát a definícióban, hogyha a beteg alultáplált, akkor rosszabb életkilátás, illetve morbiditási mutatói lesznek. Ugye ez alapvetően itt a test tömegvesztéssel lehet jellemezni a malnutríciót. És a következő fogalom az a szarkopénia, ahol nem a test tömegvesztés az izgalmas, hanem a vázizom mennyiségének, illetve annak a vázizom funkciójának a romlása. Ez azért fontos ez a distinkció, mert itt adott esetben, ahogy megnézzük mondjuk a C ábrát, ez egy kövér ember, tele zsírra, de az izom mennyisége, a vázizom mennyisége az lecsökken, ugyanígy az életkilátása, illetve a szövődmény azok rosszabbak lesznek, mint egy jó izomzatú embernek. Jól lehet egyébként mérni a szarkopéniát szorító erővel, vagy L3 csigaszinten az izom mennyiséggel, és speciális gyakorlatokkal lehet egyébként javítani, tehát megint csak prediktív tényező, javítható. Kohexia a következő fogalom, ami egy olyan malnutríció, ami valamilyen krónikus betegséggel, például daganattal társul, és valamiféle gyulladásos reakció is van. Ez a gyulladásos reakció, ez a SIRS, daganatos esetben is ott van. Tehát a beteg, akit látunk az ábrán, ez egy daganatos beteg, megvan a gyulladásos reakció, megvan a krónikus albetegség, tehát ez kohexiás. És végül a negyedik fogalom az a frailty, ami egy gumifogalom, próbálják definiálni, de nagyon jó prognosztikus tényező. Jelenleg ez egy olyan gyenge vagy esékeny állapotot jelent, ami jellemezhető testsúlyvesztéssel, fáradékonysággal, fizikai aktivitás csökkenésével, lassulással vagy általános gyengeséggel, és ezek közül, hogyha legalább három tényező az jelen van a betegnél, akkor már frailnek mondjuk,
ez az egyik legérzékenyebb mutatója tulajdonképpen a beteg általános állapotát tekintve a szövődmény, a várható szövődményeknek foglalkozni kell. Ugye azt ígértem, hogy megmutatom, hogy összefüggésben van a tápláltság meg az albetegség, ugye az eklatás például ennek a daganatos albetegség, ugye a daganatnál egy csomó olyan tényező létezik, ami az alultápláltságra vezet, ugye az anorexiától, vagy a másodlagos táplálékfelvételi nehézségektől kezdve, ugye a daganatos toxohormonok termelődnek a betegben, ami eleve bontják a zsírját, fehérjéjét a betegnek, illetve hát egy szisztémás gyógyulásos reakció is megy a háttérben, ami a protein, lipid és szénhidrát bontással is jár, tehát egy katabolizmusba viszi a beteget. Csomó faktor a daganatos beteget eleve malnutriciósá teszi, tehát összefüggenek ezek egymással. És akkor itt van a harmadik tényező, ugye ott látjuk a piktogramon a háromszögnél a sebészi tényező, sebészi stressz. Ugye eleve a műtét kapcsán a beteg valamiféle táplák beviteli, vagy felhasználási, vagy felszívódási károsodást szenved átmenetileg, de nagyon fontos itt a sebészi stressz mellett tudni azt, hogy a fölépülési időszakban egy kifejezetten megnövekedett metabolikus igénye van a betegnek. Ugye ennek a kritikus példája, hogy az intenzív osztályon a betegeknek, ezt mindannyian tudjátok, hogy mennyivel nagyobb megemelkedett, legalább kétszeres metabolikus igénye van a betegeknek, de ez minden általános, nem intenzívre kerülő sebészi betegre is igaz. Tehát adott esetben egy relatív malnutríció az minden sebészi beteget érint, ennek számos következményével együtt. Ugye ennek a következménye, hogy ugye súlyosan alultáplált betegnek az egész terápiás útját ez befolyásolja, súlyosan alultáplált beteget adott esetben meg sem szabad lendületből operálni, hanem egy 7-14 napos előkészítés után szabad csak belevágni, mert egyébként nem lesz meg sebb gyógyulása, se varrad gyógyulása, semmilyen nem lesz. Illetve posztoperatíve, ez megint csak az Aspen Guide-ból vettem ki, ugye, hogyha tudjuk, hogy a beteg az nem lesz képes egy 5-7 napig megfelelően táplálkozni, vagy egy 7 napig legalább az 50%-át nem tudja bevinni a szükséges táplálékmennyiségnek, akkor a műtét napjától kezdve már enterális vagy parenterális táplálásnak ki kell tenni, tehát már idejekorán gondolni kell a sebésznek is erre a korai posztoperatív táplálásra. Ez egy kritikus szempont, tehát a sebészi beteg táplálása. A malnutríció az milyen hatással van az életkilátásokra, ez a diagram mutatja itt. Ez azt hiszem, ha minden igaz, akkor ez máldaganatos betegeknél, csak attól függően, hogy a műtét előtt malnutríció, vagy pedig jól táplált betegről van szó, az életkilátása ilyen jelentősen különböznek egymástól. Jó, tehát kérdés, tehát hogy hogyan tudunk beavatkozni, ugye ezt ígértem, hogy ez a vezérelv ma. Hát minden ponton be kell avatkozni. Ugye táplálással lehet a malnutrícióba beavatkozni, erről Andris fog beszélni, de magában a kóros katabolikus anyagcsere reakcióba, szénhidrát töltése, illetve megint csak Andris beszélni fog róla preoperatív mozgásterápiával be lehet avatkozni, és itt a harmadik pont, az a sebészi stressznek a csökkentése, ez lenne az ERAS. Erről fogok a továbbiakban beszélni. Ugye az ERAS, ez a Henrik Kehlert nevű dán sebésztől származik az ötlet. Ugye ő azt, 90-es évek végén ő felvetette ezt, hogy mi lenne, hogyha a hagyományos műtét, perioperatív kezelést az elemeire bontanánk, és megnéznénk azt, hogy mi az, ami szükségszerű, mi az, amit evidencia támasztál, és mi az, ami csak hagyomány, gyakorlat, nem tudjuk, hogy miért csináljuk. És megvizsgálta az összes perioperatív tevékenység elemet, kiderült, hogy egy csomó dolog felülvizsgálatot igényel, illetve módosítást igényel, mert nem sikerül igazolni a hatékonyságát, esetleg káros hatású. Ugye itt, ha megnézzük az ábrákat, ugye a bal felső ábrán látszik egy tipikus, hagyományos úton kezelt beteg, műtét után nagyvágás a hasán, de lének lógnak ki a számtalan, nagy számban a hasából, fekszik, látszik, hogy sápad, sovány, kahexiás az ember, ágynyugalomban van. És ehhez képest ugye egy tipikus erasos beteg, ugye szintén műtét utáni első nap, ki van keltve az ágyból, mosolyog, étkezik, stb. Úgy néz ki, hogy fájdalom nélkül mobilizálható volt.
pedig még valami, ha igaz, akkor még valami perfúzor megy is neki, nem tudom, hogy mi lehet abban. Hogyan lehet ezt elérni? Ez nem túl egyszerű, ez az ERAS protokoll lényege, hogy egy csomó embernek, csomó szakszemélyzetnek, orvosnak, nővérnek, dietetikusnak, anesztes sebésznek a beteggel együtt kell működni, hogy ez sikerüljön. Ugye ez itt a kéletnek az elve, hogyha a betegnek a műtét kapcsán adunk egy nagy ütést, ez a stressz, abból egy bizonyos regenerációs idő szükséges, hogy helyreálljon normálisan. Hogyha a stresszt csökkentjük, akkor a regenerációs ideje az tulajdonképpen lényegesen lerövidíthető. Ugye az alap, szűkebb értelemben vett alapkoncepció, tehát a stressznek a csökkentése valamiféle multidisziplinális úton, sebészi, anesteziológia, stb. Eszközökkel, de egy kicsit tágabb értelemben ennél többről van szó. Itt a stressz következtében létrejövő humorális válasz is ba is be lehet avatkozni. Hasonlóan az anyagcsere válaszba, ugye ez a hiperglikémiára majd mutatni fogok róla ábrát, illetve a klinikai következményekben szintén be lehet avatkozni. Ma tágabb értelemben kell igazából az ERAS elvet venni. Ugye nagyon jó gájdok léteznek, és a felsorolt négy tétel az a kulcsa az ERAS-nak. Multimodális, egy csomó elem van, ezeken végig fogok gyorsan szaladni mindjárt az előadásban. Multidisziplinális, az azt jelenti, hogy sok szakma együtt dolgozik, mindenkinek kell tudni a szerepét és a feladatát ebben a rendszerben. Evidencián alapul, ugye ez a kéletnek az ötlete volt, hogy csak olyan elem legyen benne az ERAS protokollban, ami rendes klinikai evidenciával, tehát tudományos módszeren megvizsgáltan kaphat helyet a protokollban, és végül a protokoll elv ennek külön jelentősége lesz, hogy egy egységes szervezett protokoll szerint kell végigfuttatni a beteget a rendszeren, akkor, ha lesz hatékony. Felsoroltam itt a preoperatív, intraoperatív, posztoperatív elemeit egy tipikus kolorektális ERAS rendszernek. Látszik, hogy jó sok elem van, majd röviden át fogok futni, de a lényeg ennek az, hogy ezt kezeljük hálózatként. Tehát ez nem egy-egy, pont, egy-egy elemet kell ebből kivenni, hanem tulajdonképpen a maga egységében minden egyes elemnek lényeges, hogyha minden elemet egyszerre tudunk futtatni, akkor fog ez jól működni. Hogyha megnézzük ezt az ábrát, ugye azt mutatja ez, hogy minél jobb a protokoll compliance-ünk ERAS-ban, tehát minél jobban követjük a maga teljességében az ERAS protokollt, annál jobban csökkenthető a posztoperatív morbiditás. Tehát a compliance ez kulcsfontosságú. Például, hogyha én csak kiemelnék egy hagyományos módon előkészített betegednek, kiemelném a posztoperatív perosz táplását, azaz csak annyit változtatok a gyakorlatomon, hogy megetettem műtét után azonnal a beteget, ez hányi fog, nem fog működni a rendszer. Hogyha az összes többi elemet, a preoperatív koplolásnak az elkerülését, a prémedikációt hozzáigazítom, laparoszkóppal operálom, nem töltöm túl a beteget, stb. Nem lesz fájdalma, gyomorszondát azt nem hagyok beépíteni, akkor a beteg az táplálkozni is fog tudni közvetlen műtét után. Na most akkor gyorsan átfutnék itt az ERAS-nak az elemein, csak az, hogy egy áttekintést lássunk rá, hogy néz ki egy ilyen egy rendszer működésben. Tehát a legelső lépés, és ez egyik legfontosabb, hogy le kell ülni a beteggel konzultálni. Ez egy dedikált ERAS nővérnek kell ezt megtenni, nem feltétlenül sebésznek vagy anesztesnek a feladata, aki informálni fogja a beteget az egész a menetrendről, mik a fontos elemek, föl is tudja mérni a betegnek tápláltságát, és így tovább a rizikótényezőit, és például el fogja tudni mondani a betegnek, hogy fog lezajlani a műtét utáni pár nap, és hogy az 5.-6. napon ő haza lesz engedve. Ez kulcsfontosságú ez a konzultáció arra, hogy sikerüljön a beteget szövődmény nélkül gyorsan hazaengedni. Jön a következő lépés, optimalizálni kell a beteget. Ez tulajdonképpen, ez már, ha részleteiben lebontjuk, ez lesz a prehabilitáció, erről Fülöp Andis részletesen fog beszélni. Itt 6 pont van felsorolva, ezek közül 5 az evidenciával alá van támasztva, tehát kötelező elemnek tekinthető. A prehabilitáció, mint program, az tulajdonképpen evidenciával még gyengén alátámasztott elemként, de tulajdonképpen figyelemre méltó elemként van felsorolva a guide-ban.
Ha az Andisnak az előadását meghallgatjátok majd, akkor látjátok, hogy ez tulajdonképpen a prehabilitáció egy jól szervezett, preoperatív optimalizálási rendszerként fogható föl. Postoperatív Hanninger hányás csillapítás. Ugye igen összetett a probléma. Annyit tudunk, hogy elég sok betegnek van Hanninger egy sebészeti műtét után. Ebben betegspecifikus, pszichés, gyógyszeres, mindenféle hatások részt vesznek. Az a lényeg, hogy megint a komplett ERAS protokollt, hogyha futtatjuk egy csomó tényezővel együtt, akkor jó esélye megelőzhető a Hanninger hányás. Oké, ez a prémedikáció, ugye, hogy a hosszú hatású szedatívumokat azt kerülni kéne, erről részletesebben Orbán Ági fog beszélni, ez kifejezetten anesztes téma. De az ERAS protokoll az ugye arról is nyilatkozik, hogy hogyan lehet leghatékonyabban csökkenteni a posztoperatív sebb szupuráció szövődményeket, még azért is, hogy hogyan kell borotválni a beteget, és így tovább. Mind fontos. Mechanikus bélelőkészítés, ugye ez egy forrongó téma. Az ERAS protokollok azok alapvetően, mint a betegnek a normál fiziológiás rendszerébe való beavatkozást, ezt próbálják kivenni a mechanikus bélelőkészítést egyébként a rutinból. Ezzel szemben megy egyébként a legutóbbi egy-két évnek a sebszövődményekre és a varratelítelenségre vonatkozó ismeretei. Tehát ma abban az irányba hajlunk, hogy vastagbél daganatos, főleg rektum tumoros betegeknél a mechanikus bélelőkészítés a PEROSZ és IV antibiotikumos előkészítéssel együtt az a leghatékonyabb. Tehát ez egy változó, forrongó terület. Még egy megjegyzés ahhoz, hogy ha viszont a beteget előkészítjük például bélmosóval, ozmotikus bélmosóval, ebben az esetben külön foglalkozni kell a betegnek a folyadékháztartásával és ionháztartásával. Mert ez a következő pont, a beteget egyensúlyba kell hozni műtét előtt, ugye nem túltölteni, nem kiszárítani, hanem euióniásra kell hozni a beteget. Ez az optimális nyilván. Na, akkor következő pont, erre külön fölhívnám a figyelmet, erről Orbán Ági részletesebben fog ennek a patofiziológiájáról beszélni, a szénhidrát töltés. Nagyon egyszerű, a koncepció is egyszerű. Ugye arról beszéltünk, hogy a beteget sebészi stressz éri, illetve a beteg katabolizmusba kerül a műtét kapcsán, pláne hogyha még megéheztetjük, akkor még inkább katabolizmusba kerül. Ebbe a reakcióba ebbe lehet belenyúlni azzal, hogyha a betegnek föltöltjük a szénhidrát raktárait. Ugye azt mondjuk, hogy a metabolikus stressz reakció, ami a műtét kapcsán éri a beteget, annak jól ismert neurohumorális utakon történik meg a reakció. A lényeg az, hogy katabolizmusra vezet, aminek az első lépése ugye az a glikogén raktárak lebontása. A glikogén raktárak azok nem több mint 8 órára órányi tartalékkal tölthetők fel a májban. Gondoljunk csak arra, hogy ha a beteget megéheztetjük a műtét előtt éjfértől reggelig, akkor üres glikogén raktárakkal rakom fel az asztalra, tehát eleve egy éhező katabolikus állapotban. Ebbe lehet beavatkozni úgy, hogyha megtöltöm a szénhidrát raktárait. És ami az utóbbi éveknek a felismerése, hogy a műtéti stressz és az éhezés az nagyon hasonló vagy anyagcsere reakcióra vezet. Ugye megpróbálja a raktáraknak a leépítésével, katabolizmussal a vércukrot megemelni a szervezet, és mind a máj, mind az izomperiféria az inzulin rezisztensé válik. Ez egy kóros reakció. Az inzulin rezisztencia ugye az eredményezi azt, hogy hiperglikémiás, hiperinzulinémiás állapotba kerül a beteg. Az inzulin rezisztencia számos kóros következményekkel jár, áttétesen a betegnek egy csomó mobilitása, például az infektív szövődményeknek az arányát állatira megdobja. Itt ez az ábra ez bemutatja, hogy pontosan mit is csinál ez az inzulin rezisztens állapot, ugye mitokondrium szinten endotél funkciót rontja, vesében például immundiszregulációt okoz. Tehát megvannak, már egész jól ismertek azok a tényezők, amiért az infektív és az általános morbiditást az inzulin rezisztencia rontja. Ebbe lehet beavatkozni a szénhidrát töltéssel. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy inzulin rezisztens a beteg, ez körülbelül ez eltart a műtét után egy jó 10 napig. Ez
úgy kell kezelni tehát egy posztoperatív beteget, mint aki kettes típusú cukorbeteg. Ugye ez a táblázat ez bemutatja a posztop állapotot, meg a cukorbetegségnek az anyagcsere hátterét, tök ugyanúgy viselkedik a kettő. Ezt lehetne mérni is állatkísérleti szinten, hogy milyen az inzulin rezisztencia reakciója mondjuk egy stressznek kitett állatnál. Ez ugye embernél bonyolult ez a mérés, de vannak jó kalkulátorok. Én arra számítok, hogy a jövőben ezzel foglalkozni kell a klinikai gyakorlatban, pláne intenzív osztályon. Jó, és akkor hogyha a betegnek az éhezését akkor valahogy minimalizáljuk, illetve föltöltjük a szénhidrát tartalékok, a raktárait, ez a tisztán szénhidrát tartalom folyadéka, akkor ezzel igazából optimalizálni lehet a beteg állapotát, olyan formában, hogy az inzulin rezisztenciát azt csökkenteni lehet. Jó, ezzel külön foglalkozni kell, pedig ez a klinikai gyakorlatban nagyon egyszerű ennek a futtatása. Következő ERAS lépés, a standard anesteziai protokoll, nagyon fontos. Ezt a tatabányai gyakorlatban ez volt az egyik legnehezebben átvihető dolog, tehát hogy egységes elvek szerint mindenki ugyanúgy altassa a beteget, ez egy valamiért az az érzésem, hogy az anesztéziában hasonló utat jártak be, mint ami a sebészeknél. Tehát nehéz az egyéni gyakorlattól, illetve a hagyományoktól nehéz elszakadni, meg hosszú ideig tart. És akkor a következő lépés, erről megint csak Orbán Nági beszélni fog, a Gold Directed Fluid Treatment. Ugye a Molnár Zsolt professzor, biztos mindannyian hallottátok már ebben a témában, ugye, hogy hogyan kell kis fluid challenge-ekkel, meg vazopresszorokkal, hogyan lehet ebben a szűk, optimális volumen tartományban tartani a betegnek a hidrátságát, relatíve alacsony folyadék bevitelle, akár hosszú műtét alatt is. Az annyira fontos, hogy ez önmagában csak a Gold Directed Fluid Treatment, hogyha jól csinálja az anesztézia, akkor önmagában független prognosztikus tényező, mind a kórházi ápolási napok szempontjából, mind az összmorbiditás, mind pedig a mortalitás szempontjából. Tehát erre külön hangsúlyt kellene helyezni, hogy ez jól működjön, és egységes elvek szerint működjön. Hasonlóan fontos a normotermiának a fönntartása. Ugye ezt tudjuk jól, hogy ez egy csomó tényezővel, nem csak a vérravadással, illetve a vérvesztességgel van ez összefüggésben, de még a posztok sebszövődményekkel is összefüggésben van. Ezt mérni is kell, illetve be is kell avatkozni, láthatók ezek a Berhagerek, ez egy nagyon hatékony módszer. Ez a sebészeti oldal, ugye, hogy a laparoszkópos, tehát minimál invazív beavatkozás, ez kifejezetten jól illeszkedik a stresszcsökkentő ERAS koncepcióval. Annyit kell tudni, hogy ez jól meg van vizsgálva, hogy maga a laparoszkópia az önmagában mobilitás csökkentő független prognosztikus tényező, hasonlóan az ERAS-hoz, még laparoszkópia nélkül is az ERAS az ugye csökkenti a mobilitást. Ha laparoszkópia és az ERAS össze van kapcsolva, akkor ezek szinergista hatásúak, tehát érdemes mind a kettővel külön ERAS-sal és azon belül a laparoszkópiával együtt futtatni a beteget. Ugye a fölösleges drének fölöslegesek, csak stressz tényező, csomó vizsgálat van, amik ezt igazolták. Jó indok kell arra, hogy a betegben dréneket hagyjunk, nem kell rutinszerűen. Hasonlóan a nazogasztrikus szonda, csomó vizsgálat, megvizsgálat, a metaanalízisek, hogy se a varratelítenséghez nincsen köze, se a posztoperatív morbiditáshoz, inkább káros, mint hasznos. Fájdalomcsillapítás, megint csak Orbán Ági fog részletesen beszélni, ugye ez egy kritikus fontosságú anesteziai probléma. Ugye az ERAS-ba először bevették az opiátok kerülését, utána bekerült a torakális EDA. A laparoszkópiával az EDA-nak a jelentősége az egy picit visszahúzódott az elmúlt években, de újabb egyéb elemek, a tablok, az ívélidokain, ezek is bekerültek a protokollokba. Valójában azt lehet mondani, hogy egy lokálisan egységes, jól kidolgozott és auditált tulajdonképpen tetszőleges fájdalomcsillapítási protokoll az, ami hatékony. Nincsen kötelező szabvány rá.
Akkor a következő trombózis profilaxis, ugye azt tudjuk, persze LMVH-t kell adni, meg a nagyon jó ilyen Flowtron nyirokkeringető rendszerek vannak, de talán a legfontosabb a korai mobilizálás. Ez egy csomó hasznos tényező, hasznos következménye van, hogyha beteget hamar ki tudjuk szedni az ágyból. Posztoperatív feladatoknál tartunk már, ugye a folyadékháztartásnak a rendezése, illetve egyensúlyban tartása, ugye a legjobb módszer a PEROS módszer, tehát az ábrán ott vörösbor van, talán nem azzal kell kezdeni, de az, hogy a műtét után 4 órával nyugodtan eheti a beteg, az viszont tény. Nálunk Tatabányán mi folyadékot adunk a műtét után, mi délután este, esetleg pár szelet kekszet elt, és akkor másnap, a következő naptól kezdve fog PEROS rendes ételt, az komplet diétát kapni. Hogy hogyan tápláljuk PEROS a beteget, ugye hát alapvetően, ha egy mód van rá, akkor orálisan. Hogyha ez nem, valamilyen okból ez nem sikerül, akkor jön a jejunális vagy enterális táplálás, és hogyha ez sem elegendő, akkor jön a parenterális, nyugodtan lehet ezeket kombinálni, ugye erre nagyon jó ESPEN ajánlások vannak. Szintén ugye a drénhez hasonlóan ugye a katétert fölöslegesen nem kell tartani, minél inkább fiziológiás körülmények között tartsuk a betegeket. Paralitikus rész nagyon összetett, ugye itt az összes faktor, ami szerepet játszik, az itt a táblázatban föl van sorolva. Egy időben az ERAS protokollban benne volt a rágógumi használat, úgyhogy ezt talán mozgatja belet, ezt most már kivették. Minden esetre, amit ma tudunk, hogy direkt prokinetikus, tehát bélmozgató gyógyszeres kezelés az nem szükséges. Hogyha egy jó ERAS protokollt használunk, nem töltjük túl a beteget, nem éheztetjük, hamar tápláljuk, az segíti a paralitikus ileusznak a megelőzését. Vércukorkontroll, ugye itt visszautalnék megint a szinte kötelezően jelenlevő posztoperatív inzulin rezisztenciára. Orbán Ági beszélni fog majd róla, hogy milyen tartományban kell tartani a vércukrot, mérni is kell nyilván ahhoz. És ez a posztoperatív táplálkozás tulajdonképpen, hogyha a beteget jó ERAS protokoll szerint futtatjuk, akkor közvetlenül műtét után azonnal a teljes diétára mehet. Itt kiemelném, hogy itt nem az a lényeg, hogy itt éppen nem nagy mennyiségű székletet akarunk produkálni neki, tehát rostmentes, ilyen úgynevezett low residue diet-re szoktuk venni a betegeket, amit szükség szerint orális tápszerrel is ki lehet egészíteni. Jó, azt tudjuk, hogy ez az anasztomul is nem bántja, kockázata nincsen, csak jót tesz a betegnek. A mobilizálásról már beszéltem, csomó hasznos hatása van a trombózis profilaxistól, az inzulin rezisztencia megelőzésén át, a bélmozgást javítja, stb. Ehhez személyzet kell. Tehát nem lehet, nem csak ráparancsolni kell a betegre, hogy keljen ki, ez vagy elegendő nővér, vagy gyógytornász, ott kell lenni a beteg ágy mellett, hogy ez megtörténhessen. És végül ez az utolsó pont, de nem lényegtelen, az audit. Tehát erre számos tanulmány létezik, hogy ez akkor működik egy ilyen ERAS protokoll, hogyha a protokoll elemeit külön-külön dokumentáljuk, és ellenőrizzük, hogy hogyan sikerült bevezetni betegenként, illetve a team működésében általánosan. Erre mi Tatabányán egy RedCap rendszert futatunk, amiben az összes posztoperatív tevékenységet az dokumentáljuk, és auditálni tudjuk ez a műtéti infúzió mennyiségétől, a fájdalomcsillapító terápián, gyomorszondát mikor vettük. Itt látszik ugye, hogy 90% fölött nem is használtunk nagyhasi műtéteknél. Nagyon fontos ez az audit azért, mert akkor fogjuk tudni azt, hogy a különböző résztvevője a csapatnak milyen hatékonysággal működtetik ezt, hol kell beavatkozni, hol kell újra oktatni esetleg, vagy újabb munkaerőt bevonni, vagy további embererőt bevonni a működésbe. Említettem ugye az elején, hogy protocol compliance az kritikus jelentőségű, ez csak úgy lehet, hogyha mérjük. Bocsánat. Hogy lehet bevezetni, erre megint csak jó irodalma van, tehát ugye meg kell nézni azt, ez a gap analízis, meg kell nézni azt, hogy hol, mi a jelenlegi gyakorlat, hova szeretnénk eljutni az egyes elemek tekintetében, action plan az, hogy hogyan kell, milyen tevékenység szükséges ahhoz, hogy az ERAS eleme működjön, és be kell vezetni maga teljes egységében, és több körben auditálva, utána állítva, a hibákat kijavítva, hosszabb idő alatt, 1-2 év alatt lehet tökéletesen működtetni egy ERAS protokollt.
Ugye Tatabányán ezt már a 2013-14-ben vezettük először be, és ennek az eredményként a hagyományoshoz képest az ápolási napjaink száma, még egyszer mondom, ez az eredmény nem a cél, az szépen 10 napról 7 napra lement, és ezzel együtt a morbiditásunk is csökkent, ezek nyilván egymással összefüggésben. De erre már jó metanalízisek vannak, hogy az őszmorbiditás az nagyon szépen csökkenthető egy jól működő ERAS protokollal, a kórházi ápolások napjainak a száma is csökkenthető, ez is metaanalízis eredmény, de ehhez az kell, hogy jó compliance-szel sikerjön dolgozni, akkor még a túlélést is javítani lehet ezzel. Ezek az új elemek, nem túl régi vizsgálat ez, hogy fölmerült az, hogy idős embereket meg lehet ezt csinálni, hogy végigrángatni egy ilyen gyorsított úton, kikelteni az ágyból, megetetni, tornáztatni, stb., hogy nem tesz-e rosszat, nem fogjanak-e belefáradni. Hát úgy néz ki, hogy a 80 fölöttiek azok ugyanolyan jó compliance-el végig tudják csinálni az ERAS protokollt, tehát ez ma már nem kérdés. Ez egy különleges vizsgálat itt 2017-ből, hogy némi módosítással, logikus módosításokkal, akár a sürgősségi korrektális sebészetben is egy jó néhány eleme adaptálható az ERAS-nak, hatékonyan, gyorsan lesz kevesebb szövődménye a fölépülés. Jó, ez az ERAS Society honlapon tulajdonképpen a különböző betegségcsoportokra meg van határozva külön-külön, hogy az ERAS protokoll nagy átfedéssel, de érdemes külön-külön mindenkinek a saját területén olvasgatni ezt. Külön felhívnám a figyelmet, hogy nagyon részletes ajánlássor van leírva külön az anesztézia számára. Jó, ezek itt felsorolva, vagy melyik területen, a tüdősebészettől kezdve a májon át, nyilván kolorektális is benne van ebben. Jó, és akkor eljutottam az előadásom végére, tehát összefoglalva, hogy mi is az üzenete ennek az egész ERAS ügynek. Tehát azt kell tudni, hogy ha a műtét vagy perioperatív stresszt ezt egy hatékony ERAS protokollal sikeresen tudjuk csökkenteni, akkor az befolyásolni fogja az egész műtéti kimenetet, tehát morbiditást tudunk ezzel csökkenteni. A másik üzenet, hogy a műtéti stressz meg az éhezés, azok nagyon hasonló anyagcsereutakra, kóros anyagcsereutakra vezetik a beteget, amit inzulinrezisztenciával lehet jellemezni, és egy hatékony ERAS protokollal, azon belül a betegnek a mozgatásával, illetve a szénhidrát töltésével, az a hatékonyan lehet javítani ezen a kóros reakción. Fölhívnám megint a figyelmet rá, hogy ez egy multimodális, multidisziplinális, evidencián alapuló és protokoll vezérelt elv az ERAS, ebből mind a négy szempont nagyon fontos, de hogyha jól csináljuk, akkor klinikai ez hatékony is lesz, és költséghatékony is, erre is van jó szakirodalom. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, és a harmadik, az utolsó előadás után próbálom majd megválaszolni, ha lesznek kérdések ezekkel kapcsolatban. Jó, köszönjük, Balázs. Elfelejtettem mondani itt, bocsánat, az elején, hogy a diszkusziót az előadások végén tartanánk, meg akkor válaszolnánk a kérdésekre. Itt már láttam, hogy Balázsnak tettek föl kérdést. Az egyikbe teljesen biztos voltam, az Zsoltól jött. Akkor én viszont most hogy fogom? Bocsánat. Ez most így látszik, ugye? Látszik, ugye? Jó, oké. Akkor az én előadásom pedig az ERAS elemek bemutatása lenne az anesteziológus szemszögéből. Nyilván ez egy nagyon nagy téma, és az időkorlát miatt lesznek elemek, amiket kicsit részletesebben, és lesznek elemek, amit pedig csak érintőlegesen fogok bemutatni. Gyakorlatilag a műtéti kockázat csökkentése és a beteg optimális állapotba hozatala nagyon sokáig az anesteziológus feladata volt. 1949-ben Alfred Lee javaslatára megalakultak az anesteziológiai ambulanciák, a 70-es években Európában és a 80-as években Magyarországon terjedt el, de a perioperatív beteg ellátásban az igazi áttörést a 90-es évek vége hozta meg, amikor megjelent az ERAS, hiszen ugye ezt tette interdisziplinálisra, ezt a perioperatív beteg ellátást, és gyakorlatilag ugye elemeire bontva a preoperatív
elemek ugye a beteget a lehető legjobb állapotba készíti föl a műtétre, az intraoperatív elemek ugye azt célozzák meg, hogy minimalizáljuk az invazivitást az anesztézia és a sebészet területén, és ugye a posztoperatív időszakban pedig minél hamarabb a beteg visszakerüljön a normál kerékvágásba, normál funkcionális életébe. Gyakorlatilag a műtét során a beteget egy indirekt vagy egy direkt stressz éri a szöveti manipulációnak köszönhetően, ami a hipotalamusz, hipofízis és az adrenokortikális tengelyen keresztül egy hormonális választ fog kialakítani. Ugye Balázs már ezt említett az előadásában, gyakorlatilag az inzulinnal ellentétes hatású hormonok szintje fog megemelkedni, és ezzel egyidejűleg egy immunválasz is indul. Ezek együttesen pedig a szervezet anyagcseréjének a homeosztázisát fogják megbontani, úgyhogy az anabolikus folyamatok ugye a katabolizmus irányába mennek, megemelkedik a lipolízis szintje, a proteinlebontás, és ugye a májban a glukoneogenezissel a glükóz termelése. Mindez mellett a periférián pedig egy rezisztencia alakul ki, elsősorban azokban a szervekben, amelyeknek a glükóz felvétele inzulinhoz kötött, itt gondolok a vázizomra. Ennek a glükóz felvételnek a mennyisége fog, vagy minősége fog csökkenni, hiszen a glükóz transzporter 4 fehérjének a szintézise és a translokációja károsodik. Gyakorlatilag a megemelkedett glükóz szintézis és ugye az inzulin rezisztencia vagy szenzitivitásnak a csökkenése egy hiperglikémiát fog előidézni, ami ugye a műtéti komplikációkat és az infekciónak a rizikóját fogja megemelni. Balázs ezt ugye említett, hogy teljesen hasonló állapot alakul ki, mint a kettes típusú cukorbetegeknél. Gyakorlatilag a műtéti stresszt követően pár órával elindul ez a metabolikus változás, és akár napokat, egy-két hetet is igénybe vesz, mire ez az inzulin szenzitivitás helyreáll. Gyakorlatilag a szövődmények is teljesen hasonló módon alakulnak, mint a kettes típusú cukorbetegekben, és hogy miért pont ugye ezek a sejtek érintettek, annak egyszerű a magyarázata, ugye a magas vércukorszint és az inzulin szenzitivitás csökkenése miatt azok a sejtek, amelyek nem inzulin függően veszik fel a szénhidrátot, tehát a vér, endotél, vese, izomsejtek, a magas vércukorszint miatt egy nagyon magas glükózinfluxnak vannak kitéve, ugye bekerül nagy mennyiségbe a glükóz a sejtekbe, viszont nem tudják raktározni, és ez a nagy mennyiségű glükóz egy felfokozott glükolízist fog előidézni, aminek gyakorlatilag aztán az lesz a következménye, hogy szabadgyökök és más mediátorok szabadulnak föl, amik gyakorlatilag ezt a szervkárosodást fogják előidézni. Gyakorlatilag az inzulin rezisztenciát úgy is tekinthetjük, mint egy stressz marker, attól függően, hogy milyen volt a szöveti manipuláció, olyan mértékben alakul ki az inzulin rezisztencia. Egy nyitott kolorektális műtét esetében akár 70%-os is lehet az inzulin szenzitivitás csökkenése, míg laparoszkópos műtétek esetében ez 20%-nyi csökkenést jelent. Milyen klinikai következményei vannak az inzulin rezisztenciának, illetve az inzulin szenzitivitás csökkenésnek? Ugye egyrészt, amit mondtam, hogy a komplikációk száma növekszik, akár egy 20%-os inzulin szenzitivitás csökkenés esetében a komplikáció megduplázódhat, vagy ha arra gondolunk, hogy az inzulin rezisztencia ugye nem csak a glükóz háztartást, hanem a fehérje egyensúly megbomlását is maga után vonja, akkor nem meglepő az, hogyha egy egészséges ember elektív laparotómia esetén 40-80 g nitrogént veszít, ami körülbelül a 1,5 kg-nyi izomszövetnek felel meg. Inzulin rezisztencia esetén ez akár 50%-kal is megnőhet ez a fehérjevesztés, ami a sebgyógyulás, az infekció és az izomerőben való változásban nyilvánulhat meg. És ezen kívül volt egy tanulmány, ami gyakorlatilag a műtét nagysága és az inzulin rezisztencia valamint a kórházi tartózkodás között lineáris összefüggést talált. Tulajdonképpen ugye a direkt szöveti károsodás mellett a műtét során számos más indirekt stresszor éri a beteget, ami egyébként részben iatrogén, saját magunk is okozhatjuk azzal, hogyha nem megfelelő a fluidterápia, hogyha hagyjuk kihűlni a beteget, ha nem megfelelő anesztéziát vagy fájdalomcsillapító menedzsmentet alkalmazunk. És gyakorlatilag az ERAS elemei ezeket a stresszfaktorokat próbálja eliminálni, vagy ha nem is tudja eliminálni, akkor a szervezetnek a válaszkészségét próbálja javítani. Nézzük a preoperatív elemek közül, mik azok az ERAS elemek, amelyek gyakorlatilag ezt az inzulin rezisztenciát csökkentenék. Ugye az egyik elem, ami a talán a legkönnyebben betartható ugye a
no prolonged fasting. Ugye Balázs is mondta már, hogy az éhezés az hasonlóan egy a sebészi stresszhez egy katabolikus állapotot fog előidézni. 1946-ban írta le Mendelssohn az aspirációs pneumóniát, itt 66 szülészeti esetnél talált aspirációt és pneumóniát, aspiráció okozta pneumóniát, és gyakorlatilag két esetben számolt be fatalitásról. Ez az eset leírás elég volt ahhoz, hogy sajnos évtizedekre kialakuljon ez a rendkívül rossz gyakorlat, hogy évfél után nem ehet, nem ihat a beteg, és nagyon furcsa, hogy annak ellenére ezt a gyakorlat beívódott hosszú-hosszú időre, hogy Lord Lister 1882-ben már leírta, tehát ő a korát meghaladva, hogy kloroform általános anesztézia bevezetése előtt 2 órával tea vagy beef tea fogyasztását javasolja. Ehhez képest egyébként az 1980-as évek végén jelentek meg az első olyan tanulmányok, amik azt nézték, hogy ha műtét előtt vizet vagy tiszta folyadékot fogyasztanak a betegek, mennyiben befolyásolja az aspiráció rizikót, tehát mennyiben fog megnőni a gyomortartalom, és milyen lesz a pH-ja, és azt találták, hogy gyakorlatilag ezek a rizikotényezők nem voltak nagyobbak, hogyha a beteg folyadékot fogyasztott a műtétet megelőzően. Ehhez képest azért nagyon hosszú idő telt el, több mint 100 év, mire végre megjelentek a nemzetközi perioperatív fasting ajánlások. 2011-ben jelent meg az európai is és az amerikai ajánlás, amit egyébként aztán 2017-ben update-eltek, és ugye ennek megfelelően a tiszta folyadék fogyasztását a műtétet megelőzően 2 órával, a szolíd ételeket pedig az egyszerű ételek fogyasztása 6 órával, a nehezebben emészthetőt pedig 8 órával engedélyezi. Ezzel teljesen paralel módon ajánlja az ERAS szintén a preoperatív fasting guideline-jába a 2 órás, illetve a 6 órás karenciát. A másik fontos preoperatív eleme ugye a szénhidrát preload. Egy picit a sport dietetika megelőzte az orvosi medicínát, hiszen már a 60-as évek végén megjelentek olyan tanulmányok, amik azt mutatták, hogy ha szénhidrát gazdag diétát alkalmaztak sportolóknál nagyobb sportteljesítmény előtt, akkor az izom glikogén raktára is feltöltődött, és a fizikai teljesítmény is javult. Gyakorlatilag egy intenzív sportteljesítmény nyújtó sportoló, meg egy nem ERAS protokoll szerint nagy műtéten áteső beteg szervezetében megnézzük, hogy milyen folyamatok zajlanak, akkor párzamot lehet vonni, hiszen arról van szó, hogy egy idő után a megnövekedő oxigén igényt, az oxigén szállító kapacitást nem fogja tudni kielégíteni, és az aerob irányból, az anaerob irányba mennek el az anyagcsere folyamatok, ami ugye egy lényegesen kedvezőtlen energetikai szempontból, ami abba fog megnyilvánulni, hogy romlani fog a sportolónak a teljesítménye, korábban elfárad. A betegek esetében viszont sokkal rosszabb lesz a kimenetel, magasabb lesz a mortalitás és a morbiditás. Nézzük, hogy mennyire biztonságos ugye ez a szénhidrát preload. Ugye a korábbi fasting ajánlások, ugye korábban már mondtam, hogy a vizen kívül a szénhidrát tartalmú folyadékok fogyasztását is biztonsággal ajánlja. Gyakorlatilag itt ebben a vizsgálatban a műtét előtt 4 órával 400 milli víz vagy szén, izoozmoláris szénhidrát gazdag folyadékot fogyasztottak a betegek, és azt találták, hogy a 90. percben gyakorlatilag a víz is és a szénhidrát tartalmú folyadék is kiürült. Az utóbbi időben azonban nem csak szénhidrát tartalmú, hanem aminosav tartalmú, más elemeket tartalmazó preoperatív előkészítő folyadékok vannak, ami azért fontos, mert egy folyadéknak a gyomorba való kiürülését egyrészt az elfogyasztott volumen, másrészt az ozmolaritás és a viszkozitás fogja befolyásolni, és ezeknek az új preoperatív előkészítő folyadékoknak egy kicsit más az ozmolaritás, a viszkozitása. Itt önkénteseken MRI vizsgálattal, MRI-vel kontrollálva nézték, hogy hogyan változik a gyomorürülés, és gyakorlatilag én most szándékosan nem akarok cégeket mondani, a tiszta szénhidrát tartalmú preop előkészítő folyadék az 120 perc után, azok, amelyek viszont tartalmaztak valami fehérjét vagy más anyagot, azok pedig azért 180 perc után kiürültek, tehát gyakorlatilag műtét előtt 2-3 órával ezek biztonsággal fogyasztható. Biztonság mellett ugye nagyon fontos, hogy mennyire hatékony, és hogy hol is van ennek a szénhidrát prélódnak a helye az ERAS-ban. Hát gyakorlatilag mondhatom, hogy egy kulcselem. Ebben a 2011-ben megjelent
svéd tanulmányban arról számoltak be, hogy ugye 2002-ben bevezették az ERASZ-t, és aztán nem volt megfelelő a compliance és az adherencia, úgyhogy 2005-ben volt egy relaunch, és ebben a tanulmányban megnézték, hogy avval, hogy javult a compliance és az ERASZ elemeknek a betartása, hogyan változott a kimenetel, illetve egyenként külön megnézték az ERASZ elemeinek a posztoperatív kimenetelre való hatását, és gyakorlatilag azt találták, hogy a folyadék, tehát a célvezérelt folyadékterápia és a preoperatív szénhidrát egy major independent prediktora volt a posztoperatív kimenetelnek, kolorektális tumorműtéten áteső betegek esetében. Gyakorlatilag a szénhidrát töltéssel ugye javul a betegeknek a perioperatív well-being-je, szomjúság, éhségérzés, szorongás, csökkenni fog egyébként a POMV rizikója is, javul ugye a proteinom metabolizmus, nyilván ehhez azért fontos az, hogy legyen majd posztoperatíve bevéve megfelelő mennyiségű aminósav, de azt, hogy mennyiben növekszik meg, vagy csökken, vagy változik a kórházi tartózkodás szám, és hogy igazából melyik betegcsoport profitál a szénhidrát töltésből, azt ez a systematic review ad erre választ. Gyakorlatilag itt az a lényeg, hogy elsősorban nagy hasi műtéteken áteső betegeknél javasolt a szénhidrát töltés. Ezeknél a betegeknél csökkent a kórházi tartózkodás mértéke. Joggal felvetődik a kérdés, hogy diabéteses betegekben adjuk-e a szénhidrátot műtét előtt, hiszen hiperglikémiától tarthatunk esetleg a gasztroparézis miatt az aspirációtól. Hát ezzel kapcsolatban viszonylag kevés cikk van, de 2020-ban megjelent ez a systematic review, amiben 5 kontrollált vizsgálatot tudtak bevenni, és gyakorlatilag azt találták, hogy a posztoperatív hiperglikémia szempontjából abszolút biztonságos volt, tehát nem emelkedett meg olyan mértékben a vércukorszint, viszont a posztoperatív inzulinrezisztencia csökkent, tehát tulajdonképpen effektívnek bizonyul, de ahhoz, hogy erős ajánlással szerepeljen az ERASZ protokollba, ahhoz még további vizsgálatokra van szükség. A gyakorlatban, ez Balázs is mondta már, ez úgy néz ki, hogy a műtét előtt 800 ml maltodextrin tartalmú folyadékot fogyasztanak, ez elsősorban a glikogén raktárak feltöltését célozza meg, és a műtét előtt pedig 2-3 órával pedig 400 ml, ami egy ilyen fat state állapotot fogja biztosítani. Kettes típusú cukorbetegek esetében esetleg módosíthatjuk az adagot, csökkenthetjük az adagot. Ha már ugye vércukor, vagy ha már ugye a szénhidrát preloadról beszélünk, akkor a másik fontos eleme ugye az ERASZ-nak a perioperatív vércukorkontroll. Ugye az előbb említettem, hogy ugye az emelkedett vércukorszint, a hiperglikémia emeli ugye a posztoperatív rizikó morbiditás, mortalitás lehetőségét. Gyakorlatilag ebben a retrospektív tanulmányban laparoszkópián és nyitott hasi műtéten áteső betegek adatát analizálták több mint 11 ezer betegét, és itt azt találták, hogy azoknál a betegeknél, akik a hiperglikémia, tehát 10 millimol per liter fölötti volt a vércukor, az emelte a kórházi tartózkodást, az infekció rizikót, a morbiditást, és ez mindegy volt, hogy ezek a betegek igazol diabéteszesek voltak, vagy korábban nem ismert diabéteszesek. Viszont ami jó volt ebben a tanulmányban, hogy azt is találták, hogy ha inzulinnal megfelelő vércukorszintet értek el, akkor a mortalitás és az infekció rizikója nem volt magasabb, mint a normál vércukortartományú beteg csoportban. Nyilván ugye a vércukorszintet kontrollálnunk kell, de hogy azért az éremnek a másik oldala, meg hogy a ló túloldalára ne essünk, ugye azért az is fontos. Arra ad választ, hogy a 2009-ben megjelent NICE Sugar vizsgálat, amiben gyakorlatilag azért azt találták, hogy ez nagyon intenzív glukózkontroll, tehát a 4,5-6 millimol per liter csoportban ugye a hipoglikémia is és a mortalitás előfordulása is magasabb volt, mint hogy konvencionális glukózkontrollt alkalmaztak, ami ugye a 10 millimol per liter alatti vércukor értéket célozta meg. Az európai ajánlás is gyakorlatilag ennek megfelelő, ugye a NICE guideline ajánlása, illetve az updatelt változata 2020-ban azt mondta, hogy a korábbi nagyon szoros vércukorkontroll, tehát a 4-6 millimol per liter közötti értéket revidiálta, és a 6-10 milliliter per liter vércukorszint értéket javasolja kettes típusú, illetve nem diabéteses betegek esetén a perioperatív időszakban. És egy érdekes konszenzus volt még arra vonatkozóan, hogy ha csak lehet, akkor önmagában egy
vércukorérték, preoperatív vércukorérték azért nem ok arra, hogy a műtétet elhalasszuk. Nyilván itt függ az, azon is, hogy ez egy hiper, vagy egy diabéteses beteg, illetve milyen műtétről van szó. Bent vagyunk a műtőben, nézzük, hogy milyen intraoperatív további elemek vannak az ERAS-ban. Ugye a POMV, a posztoperatív hányás hányinger, hogy kell ezzel foglalkozni. Hát egyrészt kell, mert az incidenciája is viszonylag magas. Másrésztnek gyakorlatilag, hogyha nem kezeljük, akkor pont azokat az állapotokat idézik elő, ami hátráltatja az ERAS-nak fontos elemeit, hogy korán elkezdjük táplálni, illetve mobilizálni a beteget. Balázs is már itt említette, hogy a magának ennek a hányás hányingernek van egy beteghez fűződő kockázata, egy anesztéziához társuló kockázata és egy műtéthez kapcsolódó kockázata. Tehát a beteg kockázata, nem tudom mit csinálni, ezt a beteg hozza magával, annyi rizikóbecslést csinálunk. Ez a score rendszer borzasztó egyszerű, 0-tól 4 pontig terjed a score. A női nem, a nem dohányzás, hogyha volt az anamnézisben POMV, vagy posztoperatíve opioidot akarunk adni, akkor megnövekszik, akkor mindegyik esetben egy-egy pontot kapnak a betegek, és egy-egy rizikófaktor, és ezzel növekszik ugye a POMV rizikójának, incidenciájának a rizikója. Az anesztéziához társuló kockázatokról a következő dián fogok beszélni, amit befolyásolni tudunk, és hát nyilván a műtéthez kapcsolódó kockázatot megint nem nagyon tudjuk befolyásolni, hiszen hogy adott, hogy milyen műtétre jön a beteg. Gyakorlatilag az anesztézia, vagyis a baseline rizikó csökkentés az úgy néz ki, hogyha a betegnél megcsináltuk a rizikóbecslést, és nagy rizikó csoportba tartozik, akkor ha csak lehet, akkor ugye regionális anesztéziát kell alkalmaznunk, ha nem megy, akkor az általános anesztézián belül is a propofol, tehát a totál intravénás anesztézia alkalmazása javasolt. Kerülni kell, ha csak lehet, a nitrogénoxidult, illetve a volatilis anesztetikumokat, amennyire lehet csökkenteni az ópiát adását. Egyébként a volatilis anesztetikumok, illetve az ópiát dózisfüggő a POMV rizikó szempontjából, a nitrogénoxidul esetén pedig azt találták, hogy minél hosszabb ideig kapta a beteg a nitrogénoxidult, annál nagyobb volt a valószínűsége, hogy posztoperatív nauze hány inger jelentkezik a betegnél. Gyakorlatilag, hogyha megvolt a rizikóbecslés, valamennyire tudtuk az anesztéziai rizikófaktorokat csökkenteni, akkor pedig egy multimodális gyógyszeres profilaxisra lesz szükség, ami azt fogja jelenteni, hogy ha egy vagy két rizikófaktorja van a betegnek, akkor két különböző csoportba tartozó gyógyszert, antiemetikumot kell adni, hogyha pedig kettőnél több rizikófaktora van a betegnek, akkor pedig három vagy négy a csoportba tartozó gyógyszert kell egyszerre alkalmaznunk. Ugye mondtam itt az opioid csökkentést, csak egy érdekesség, hogy egy tanulmányban azt nézték, hogy ha intravénás opioid mellett nagyon kis dózisban naloxont kap, infúziót kaptak a betegek, az a nagyon kis dózis, ez 0,25 mikrogram. A nagyobb dózis, ami ebben a tanulmányban szerepelt, ez az 1 mikrogram pro tesszük kilogram per órával, akkor azt találták, hogy opioidnak a mellékhatásait, az hányást, hányingert, meg a pruritust egyébként jelentősen csökkentette a naloxon infúzió. No, tehát érjünk vissza a gyógyszerekre. Gyakorlatilag itt Európában, Magyarországon a leginkább használatos ugye a szteroidok, a szerotonin antagonisták, a dopamin antagonisták. Forgalomban vannak ugye az NK1 receptor antagonisták, nálunk nincs, Amerikában használják ugye a muszkarin antagonistákat. Nagyon fontos az, hogy mikor adjuk ezeket az antiemetikumot, ugye a szteroidot és az NK1 receptor antagonistákat az indukciókor, és az ondansetron, tehát a szerotonin receptor antagonistát, illetve a dopamin antagonistát pedig a műtét végén javasolt adni. Mit csináljunk akkor, hogyha a hányinger mégiscsak jelentkezik, tehát rescue manőverre van szükség, tehát a terápia ellenére mégis a betegnek hányingere van hány. Az egyik, hogyha ha eltelt 6 óra az előző gyógyszer adásához képest, akkor újra adható ugyanaz a gyógyszercsoport, ugyanaz a gyógyszer. Abban az esetben, ha viszont nem telt el 6 óra, akkor más gyógyszertípushoz kell nyúlnunk.
Bizonyára többen találkoztatok már azzal, hogy hiába kapott ondenzet ront a beteg, akár még kombinációban is, mégsem hatott. Ennek ez az egyszerű magyarázat, hogy a citokrom P450 rendszerben lévő CYP2D6 enzimnek a génje közül vannak több allél és több izoenzim, és egyszerűen vannak olyan betegek, akiknek olyan ultragyors a metabolizmusa, a szerotonin receptor antagonista metabolizmusa, hogy gyakorlatilag bármennyit adhatunk, nem fog a gyógyszer hatni. A következő elem az a standard anesztéziai protokoll. Hát egyszerűen, ha össze akarnám foglalni, akkor azt mondhatnám, hogy olyan anesztéziát kell alkalmazni, ami elősegíti az ébredést, csökkenti az adverz eseményeket, és a posztoperatív komplikáció rizikóját csökkenti. Hát ebbe beletartozik az, hogy a benzodiazepint kerülnünk kell, hogy rövid hatású szereket használjunk, ha csak lehet, hogy az opioid mennyiségét csökkentsük, és hogyha általános anesztéziát alkalmazunk és izomrelaxást használunk, akkor mindenképpen használjuk az alvásmélység monitort, illetve a neuromuszkuláris blokkádot monitorizáljuk. Egy picit visszatérnék itt a preoperatív időszakra, annyiban, hogy a benzodiazepin rutinszerű használatát azt már nem csak a műtőben, hanem a műtét előtt is lehetőség szerint kerülni kell. Tudjuk, hogy a műtét előtti szorongás az a posztoperatív fájdalomnak egy nagyon fontos prediktora, de ennek ellenére a benzodiazepin rutinszerű használata nem javasolt, az adverz hatásai miatt, és 65 év felett pedig kifejezetten károsnak és kerülendőnek tekintik. Ehelyett viszont a preoperatív edukáció, kommunikáció nagyon sokban tudja csökkenteni a betegnek a szorongását, illetve hát időseknél most az utóbbi időben megjelentek tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy a melatonin lehet egy opció preoperatíve. Visszatérve, hogy akkor milyen anesztéziát, típusú anesztéziát választunk, hát igazából erre egyértelmű ajánlást nincs, mondhatnám, hogy ami a betegnek a legjobb. A TIVA mellett szól, hogy a POMV incidenciája jóval alacsonyabb, ugye, ahogy már ezt korábban említettem, illetve az utóbbi időben a tumorsebészet anesztéziájával kapcsolatban jelentek meg tanulmányok, hogy a hosszú távú kimenetel, illetve a tumor recidívát mennyiben befolyásolja az adott anesztézia típusa, illetve az ópiát használata. Ugye mondtam, hogy ha általános anesztéziát alkalmazunk, ugye akkor az alvás mélységet monitorizálnunk kell. Ugye ennek az egyik leggyakrabban használt változat, ugye a BIS monitor, ami egy EEG alapú monitor. Kezdetben ezek a vizsgálatok ugye arra hegyeződtek ki, hogy az intraoperatív ébrenlét mennyire kerülhető el, tehát hogy ne legyen felületes az anesztézia. Az ERAS is a korai rehabilitáció szempontjából azonban nyilván a túl mély anesztézia, az elhúzódó ébredés, a fokozott posztoperatív komplikáció, morbiditás, mortalitás miatt nagyon fontos. Gyakorlatilag nagyon sok vizsgálat arra azt találta, hogy a főleg idős betegeknél a mély anesztézia, tehát az alacsony BIS érték jelentősen megnövelte a posztoperatív delíriumnak az előfordulását, illetve a mortalitással kapcsolatban egy érdekes tanulmány jelent meg, az egyéves mortalitást nézte nem szívsebészeti műtéten áteső betegeknél, és itt is azt találta, hogy a tartósan 45 alatti BIS érték esetében a mortalitás megnőtt ezeknél a betegeknél. Gyakorlatilag ugye a BIS vezérelt anesztéziánál azt találták, hogy a propofol és a volatilis anesztetikum mennyisége csökkent, a műtét alatti használt mennyisége csökkent, ugye a recovery time lecsökkent, a posztoperatív osztályon eltöltött idő szintén, azonban a klinikai, tehát a kórházi tartózkodás szempontjából azért nem volt jelentős különbség, hogy BIS vezérelte anesztézia volt-e, vagy pedig ugye a klinikai jelek alapján vezérelték az anesztézia mélységét. Az utóbbi időben az Entropia, ami szintén egy EEG alapú monitorizálási rendszer, jelentek meg tanulmányok, ez 2021-ben jelent meg ez a cikk, ami egy multicentrikus entrópia és fájdalom monitor vezérelt anesztéziát nézte, ebben Szegedi egyetem is részlet, és gyakorlatilag ebben a vizsgálatban is azt találták, hogy a propofol, felhasznált propofol mennyisége kevesebb volt, és az emergency, tehát az ébredésig eltelt idő is, illetve a posztoperatív osztályon eltelt idő is csökkent, abban az esetben, hogyha entrópia vezérelten ment az anesztézia.
Hát ha most látnám itt a sebész kollégáimat, akkor nagy szemekkel néznék rájuk, mert azért azt gondolom, hogy az izomrelaxáns használata egy örök sláger az anesztézia és a sebészet között. Hát nyilván vannak műtétek, ahol nem lehet elkerülni. Jó, Balázs itt van, oké. Hát egyrészt szükség van rá, mert ugye optimalizálja a sebész számára a műtéti területet. Most nyilván nem azért adjuk, mert jobba akarunk lenni a sebésszel, hanem azzal, hogyha optimális viszonyokat teremtünk, akkor egyrészt rövidül a műtét, alacsonyabb, akár alacsonyabb intraabdominális nyomás mellett meg tudja operálni a sebész azt a beteget. De ugyanakkor annak ennek azért hátulütője is, hogyha túl mély izomrelaxációt alkalmazunk, hiszen a posztoperatív komplikációnak a lehetősége megnövekszik. Ugye a laparoszkópia mellett alkalmazott mély neuromuszkuláris blokkád egy örök kérdés, erre vonatkozóan vannak PROMEC-on vizsgálatok. Ugye ebben a systematic review-ban azt találták, hogy a posztoperatív fájdalom mennyisége deep block alkalmazása esetén csökkent, meg alacsonyabb nyomás mellett tudták a betegek, vagy alacsonyabb nyomás mellett jobb műtéti feltételeket tudott biztosítani, vagy jobb műtéti feltételei voltak a sebésznek, viszont a műtét időtartalmában nem volt különbség. Ugyanakkor ez a review article pedig azt találta, hogy a post-op fájdalom csökkenésen túl egyértelműen evidenciát nem talált arra vonatkozóan, hogy rutinszerűen használjuk a mély neuromuszkuláris blokkádot, hogy igazából mi az optimális neuromuszkuláris blokkád, tehát mondhatnám az, hogy ami csökkenti a műtéti stresszt, ami csökkenti a műtéti időt, ami egy kicsit alacsonyabb intraabdominális nyomást biztosít, de összességében azt tudom mondani az ERASZ keretein belül, hogy ha izomrelaxánst kell használnunk, akkor mindenképpen használjunk mellé monitort, ha csak lehet kerüljük a hosszú hatású, nem depolarizáló izomrelaxánsoknak az alkalmazását, és a reziduális blokk elkerülése véget ugye törekednünk kell arra, illetve nem törekednünk, meg kell várni, hogy a TOF ráta 0,9 fölött legyen. Ez a reziduális blokk azért nem egy légből kapott dolog, itt igazából önkénteseken nézték, hogy 0,8-as TOF érték mellett is a faringális izomzatnak az inkoordinációja, hogy nyelési nehezítettség, hogy felső légúti obstrukció is megjelent. Tehát mindenképpen a betegbiztonság szempontjából fontos, hogy ezt ellenőrizzük. Szintén Balázs említette a másik elemet, ami ugye intraoperatíva hipotermia. Ugye a maghőmérséklet, hogyha 36 Celsius fok alá esik, arra mindenképpen törekednünk kell, hogy beteg ne kerüljön be műtőbe, műtétre, ha elektív műtétről beszélünk, hogyha maghőmérséklete 36 Celsius fok alatti. Azt itt látjuk az ábrán, hogy gyakorlatilag az első órában a műtétben egy nagyon nagy hőmérsékletes esés van, függetlenül attól, hogy általános vagy regionális neuroaxiális anesztéziát alkalmazunk. Ez az első fázis, ez a redistribúció fázis, ami gyakorlatilag azért van, mert ugye vazodilatáció alakul ki az anesztetikumok miatt. A második fázis, ugye a lineáris fázis, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy a hőtermelés nem éri, vagy a hőleadás magas, nagyobb mértékű, mint a hőtermelés, és a plátó fázis meg gyakorlatilag, amikor már egy erős vazokonstrikció alakul ki. Még itt annyit ezen az ábrán, annyit mondanék, hogy egy ébrenlévő meg egy anesztézia áteső betegnél ugye azért a termoregulációs mechanizmusok egy kicsit eltolódnak, hiszen ez az inter-threshold range egy anesztetizált betegnél ugye kiszélesedik, tehát magyarul a vazokonstrikció az egy alacsonyabb testhőmérséklet, maghőmérsékletnél fog bekapcsolódni. Nagyon sok rizikó tényezője van annak, hogy mitől lesz hipotermiás a beteg, az asától, attól, hogy preoperatíve volt-e hipotermiája, nyilván, ahogy mondtam, hogy milyen anesztézia, a kombinált anesztézia esetén nagyobb a rizikó, egy alacsony BMI-ű, egy gyerek vagy egy idős betegnél szintén nagyobb a rizikója annak, hogy hipotermiás lesz a beteg. És a műtét szempontjából pedig egyébként érdekes módon az egyórás műtétek a legrosszabbak, mert egy hosszú műtétnél, hogyha a beteg melegítve van a műtét végére, el lehet érni egy megfelelő maghőmérsékletet, az egyórás műtét pont az a legrosszabb, amikor hipotermiás maradhat még a beteg. Következmények szempontjából fontos, hiszen ugye infekciók száma növekszik, meg elhúzódik az ébredés, a vérzés rizikója, a kardiovaszkuláris események
előfordulása megnövekedhet. Mit tudunk igazából tenni? Hát egy az, amit mondtam, hogy 36 Celsius fok alatt ugye ne kerüljön be beteg, ha csak megoldható indukcióra ne kerüljön sor. 30 percnél, hosszabb műtéteknél mindenképpen melegítésre van szükség, akár ez egy egyszerű fólia, vagy pedig nagyobb, hosszabb műtéteknél ugye a Berhager alkalmazásával. 30 percenként jegyezni kell a testhőmérsékletet, és hát amennyire lehet, akkor nyilván a műtőben a test, műtőben a műtői hőmérsékletet 21 Celsius fok fölött kell tartani. A következő eleme ugye a fájdalom, ami szintén egy multimodális elem, ugye optimalizálni kell az analgéziát azzal, hogy minimalizáljuk a mellékhatást, ha csak lehet ugye az opioidok használatát csökkenteni kell, és ugye számos más számos más nem opioid parenterális fájdalomcsillapító áll rendelkezésre, azonban ezzel kapcsolatban azért vannak aggályok vagy kérdések, ugye az egyik ugye az anasztomózis elégtelenség, illetve veselégtelenség, a vérzés fokozás, a vérzés rizikónak a megnövekedése, de gyakorlatilag azért ezzel kapcsolatban az eredmények azt lehet mondani, hogy inkonkluzívak, és összefoglalva az ERASZ fájdalomcsillapítási lépésénél az nagyon fontos, hogy amikor az analgéziai technikát felállítjuk, akkor itt nem csak egy jó fájdalomcsillapításra kell gondolni, hanem azt is el akarjuk érni, hogy a beteg aztán tolerálja a korai táplálékbevitelt, és hogy a korai mobilizálást is elviselje. Csökkenteni kell nyilván ugye az opiát mennyiséget, és ugye ilyenkor nagyon sokat segíthet, hogyha regionális analgéziai technikákat alkalmazunk. És ami nagyon fontos, hogy a pain managementnek az ugye procedúra specifikusnak kell lenni, ami ugye azt jelenti, hogy például egy abdominális laparotómiás műtétnél a torakális epidurál gyakorlatilag egy gold standard, műtét alatt már használva és posztoperatíve 48-72 óráig mindenképpen hatékony, és ez az egyik olyan pain management, ami gyakorlatilag csökkenti a műtéti stressz okozta inzulinrezisztenciát és a fehérje katabolizmust. Ezek az előnyök azonban laparoszkópiai műtétek esetén nem érvényesülnek. Tehát amit itt mondtam, a abdominális műtéteknél ugye a torakális epidurál nagyon fontos, az nagyon fontos itt ennél, hogy megfelelő magasságba helyezzük, megfelelő magasságba legyen az analgézia. Sokszor egyébként a nem működő vagy nem jól működő epidurálnak az van a hátterében, hogy nem elég magasan szúrtuk az epidurált. Mondtam ugye, hogy procedúra specifikusnak kell lenni, hát ugye a torakotómiáknál is nagyon sokáig ugye gold standard volt, de azért az utóbbi időben gyakorlatilag a paravertebrális blokk, aztán az interkosztális katéterek bevezetése egy picit háttérbe szorították a torakális epidurálnak az alkalmazását, és ugye, mint mondtam, hogy opioid sparing mechanizmus lehet, hogyha esetleg IV lidokaint használunk, hogyha a sebészi műtéti területet infiltráljuk lokálanesztetikummal, hogyha intraperitoneálisan lokálanesztetikumot használunk, illetve hát az egyéb regionális technikák, mint például a hasi műtéteknél a TAP-blokk vagy a rectus hüvelyblokknak az alkalmazása. A célvezérelt folyadékterápia azt gondolom, hogy a legkomplexebb eleme az ERASZ protokollnak, és hát erről már Molnár professzor úr, illetve a Szegedi Iskolában rengetegen adtak több fórumon elő. Gyakorlatilag annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy egy célvezérelt folyadékterápiára van szükség, de ezt egyénre szabottan kell, tehát individualizált formában, és abban az esetben, hogyha egy magas rizikójú betegről van szó, akkor a célvezérelt folyadékterápiát egy nagyon szoros hemodinamikai monitorizálás mellett tudjuk megvalósítani. Hogyha megfelelő volt a sebészi technika, kevésbé volt invazív, hogyha megfelelő volt a fluid management, hogyha megfelelő fájdalom management volt, viszonylag kevés opiót alkalmaztunk, akkor gyakorlatilag el tudjuk érni azt, hogy csökkentsük azokat a patomechanizmusokat, ami ugye posztoperatív ileusz rizikójához vezetnek, és ezzel meg elérjük azt, hogy a posztoperatív táplálást, minél hamarabbi táplálást elkezdjük. Ebben hasonlóan, mint a preoperatív koplaláshoz paradigmaváltásra van szükség, mert borzasztó rossz ez a berögzött
szokás, hogy nem engedik a betegeket sok helyen enni a műtét napját. Ahogy Balázs is mondta, itt az ESZTE ajánlásának megfelelően fontos a pár órán belüli folyadék fogyasztás engedélyezése, illetve facilitálása. Amennyiben lehet, akkor ugye szájon át kell, hogy táplálkozzon a beteg. Ha nem megfelelő a perioperatív 5 napon át a betegnek a perosz fogyasztás, akkor ugye enterális táplálásra kell váltani, és hogyha esetleg ez nem megfelelő, ez az orális és az enterális bevitel, akkor pedig ezt az enterális táplálást parenterálisan kell kombinálva adni. Gyakorlatilag a korai táplálás is csökkenti az ERASZ protokollon belül az infekció rizikót, a kórházi tartózkodást, csökkentette a szövődmények számát, tehát mindenféleképpen fontos ennek az alkalmazása is. Összefoglalásként annyit mondanék el, hogy az ERASZ elemeknek az átvitele a gyakorlatban az elengedhetetlen, még hogyha eddigi klinikai gyakorlattal is szemben áll, és ez nagyon gyakran így van. Az ERASZ megvalósítása az csak ugye, csapatként multidisziplinálisan működik. Nagyon fontos azt tisztázni, hogy melyik elem kinek lesz a feladata, ez szerintem sokat javít az compliance-en, és azt gondolom, hogy az anesteziológus egy nagyon fontos, de mégiscsak az egyik részvevője a perioperatív ellátásnak, tehát én a csapatmunkában hiszek. Köszönöm szépen! Bocsánat, és akkor pedig megkérném a következő előadónkat, Andrást, hogy tartsa meg az előadását. Üdvözlök én is mindenkit, és akkor én is meg szeretném osztani a képernyőmet. Ági, neki kell lépned neked először. Igen. A screenshotból. Oké, és akkor én a következőkben röviden egy új koncepcióról, rehabilitációról szeretnék beszélni. Már itt az elején nagyon fontos szerintem leszögezni, hogy ez nem egy vetélytársa, nem egy új alternatívája az ERASZ protokollnak, amikről az előbb részletében hallhattunk, hanem egy arra ráépülő, azt kiegészítő új koncepció. Ennek megfelelően, ha beszeretnénk vezetni egy jól működő rehabilitációs programot, azt meg kell előznie egy megfelelő ERASZ protokollnak a bevezetésének. Pár ismétlést elmondanék csak azért, hogy azokat a tényeket kiemeljem, amik oda vezetnek, hogy ennek az új koncepciónak a létjogosultságát alátámasztjuk, illetve ami életre hívta magát a rehabilitáció koncepcióját. Hallhattuk az előző előadásban is, hogy a sebészi beavatkozásoknak jelentős stressz hatása van, amelynek következtében a mortalitást, morbiditást jelentősen fokozzák. De nagyon meggyőző adat, egy másfél-két éve megjelent Global Surgery által készített felmérés, ami azt mutatta ki, hogy évente körülbelül 4 millió ember veszti életét a műtétet követő 30 napon belül, és ezzel a műtéti beavatkozás tekinthető az iszkémiás szívbetegség, illetve a stroke után a harmadik leggyakoribb haláloknak, és amennyiben nem javítunk ezeken a perioperatív tényezőkön, akkor ez a szám tovább fog emelkedni. Azt hiszem, ez elég meggyőző arra vonatkozóan, hogy koncepcióváltás szükséges, és a lehető legtöbb effortot, erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a perioperatív stresszt csökkentsük, illetve a betegeket a megfelelő állapotban vigyük műtétre. További hangsúlyozandó eleme a fentieknek, hogy számos adat van arra vonatkozóan az idősödő populációt nézve, hogy egyre inkább idős és elesett állapotú betegek kerülnek műtétre. A 65 év felettiek aránya egyes adatok alapján el fogja érni a 30%-ot az elektív műtétek kapcsán, és ezeknek a betegeknek az általános állapota a különböző mérőszámok az ASZ-kor vagy az ECOG alapján jelentős kockázati csoportba tartoznak. Körülbelül a beteg egyharmada
egy negyede lesz az a 3-4 vagy ECOG 2 stádium fölötti, ami egy igen fokozott sérülékenységet von magával. Ennek megfelelően a betegek egy elhúzódó felépülésével, egy fokozott morbiditással, mortalitással kell majd a jövőben számolni. Az előzőekben hallhattuk azt, hogy az egyik beavatkozási pont az az, hogyha lecsökkentjük a beteget ért stresszt, a műtéti stresszt, és erre tartalmaz számos ajánlást az előbbi ebben részletezett ERAS protokollok. Ugyanakkor kiemelném, amit ezen a dián is láthatják, hogy a ERAS-sak csupán a közvetlen perioperatív időszakban tudok hatást kifejteni, ezáltal csökkenthetem a beteget ért stresszt, és ezáltal gyorsíthatom a felépülés idejét. Ugyanakkor van a diagnózis és a műtét között egy viszonylag hosszú időablakom, amikor nem történik a beteggel érdemben semmi, és ez a hosszú időablak lehet alkalmas arra, hogy a betegnek a funkcionális állapotát javítsam, és erre szükség is van. Ez vezetett az új koncepcióhoz, a prehabilitációhoz, amit röviden így is lehetne összefoglalni, hogy ennek az a lényege, hogy a nagy megterhelést jelentő műtétre, ami egy idősebb betegnek akár egy maratonfutással is felérhet, felkészítsük a beteget, edzük a beteget, akár csak egy futó felkészül a maratonfutásra, és akkor nem csak éppen, hogy beesik a célba, hanem így mosolyogva szakíthatja át a célszalagot, mint a fenti képen is látható. És ez az új koncepciót nevezzük prehabilitációnak, aminek tehát a lényege az az, hogy a diagnózis időpontjában én elkezdem felkészíteni a beteget a műtétre, egy komplex előkezelési programot adok a kezébe, amivel az ő funkcionális állapotát képes vagyok javítani, ezáltal a beteg egy jobb funkcionális állapotban kerül a műtőasztalra, aminek köszönhetően az őt ért ERAS protokollnak megfelelő kisebb stressz, egy kisebb állapotromlás fog létrehozni, és természetesen, ha megfelelően rehabilitálom ezt követően a beteget, egy gyorsabb felépülés fog eredményezni. És ez a gyorsabb felépülés nem csak a beteg életminőségével mutatkozik meg, hanem nyilvánvalóan itt onkológiai betegekről beszélünk a esetek döntő többségében, az onkológiai kezelés korábbi elkezdését vonja magával, ami összességében pedig az ellátás minőségek jelentős javulását adhatja, és éppen ezért egy új szemléletet vezethetünk be, ahol a beteg nem várólistára kerül, hanem egy felkészülési listát adok a kezébe, ami alapján ő megfelelően fel fog tudni készülni a műtétre, és ezáltal remélhetőleg javítani is fogjuk a kimenetelt. Röviden összefoglalnám az alapokat, hogy milyen fő elemei vannak a prehabilitációnak, és ezekre vonatkozóan jelenleg milyen koncepciók állnak rendelkezésre. Az egyik legfontosabb pillér a fizikai állapotnak a javítása, tehát a fizikai tréning, az edzés, amivel a betegnek az állóképességét javíthatjuk. Kezdetben a kezdeti próbálkozások azok csak erre a fizikai állapot javításra koncentráltak, azonban viszonylag hamar kiderült, hogy összességében a fizikai prehabilitáció az ineffektív, az nem alkalmas arra, hogy a műtéti kimenetet javítsuk, a morbiditás, mortalitást csökkentsük, és ennek a háttérében több tényezőt találtak a szerzők, amelyek közül kettőt emelnék ki. Az egyik a betegnek a mentális állapota, a szorongás és az őt ért stressz, a másik, és talán fontosabb, a betegnek a tápláltsági állapota volt. Éppen ezért ezt felismerve, egy három pilléres prehabilitációs program került kidolgozásra az elmúlt években, amelynek a három jól ismert pillére a fizikai prehabilitáció, azaz a testedzés, a beteg táplálás terápiája, táplálási állapot felmérés és megfelelő orális hozzátáplálás megkezdése, illetve a mentális állapot javítása, pszichés támogatás, ami a teljes folyamatot végig kíséri. Nyilván a sebészként az első gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ez mégis mennyi időt vesz igénybe, főleg akkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy onkológiai betegekről beszélünk, tehát nem elhanyagolható az időfaktor. Erre vonatkozóan tanulmányok állnak rendelkezésre, az nagyjából elmondhatjuk, hogy 2-4 hetes előkezelés az elégtelen, az önmagában nem valószínű, hogy elég effektív hatást tud kiváltani. Ha 12 hét, 10 hétre elnyújtjuk az előkészítést,
akkor a beteg compliance jelentős mértékben csökken, és ez összességében az onkológiai mellékhatásokon túl szintén egy káros hatást fejthet ki. Úgyhogy optimálisan azt szoktuk mondani, hogy 6-8 hét, újabban azért 4-6 hét tehető egy optimális előkészítési időablaknak. Ha megnézzük azt, hogy a onkológiai kockázatot vajon ez növeli, akkor erre vonatkozóan is számos összehasonlító vizsgálatot találhatunk az irodalomban, amelyek kimutatták, hogyha a diagnózis időpontjában elkezdjük a kezelést, akkor ez a 4-6 hét ez nem jelent fokozott kockázatot, hiszen akár egy 12 hetes várakozás is a diagnózistól nem növelte a tumor progresszió kockázatát. Tehát összességében ez a 4-6 hét rendelkezésre áll, és szabadon fel is használható a rehabilitációra. Ha a magyar valóságot a jelen nézzük, akkor azért az is hozzátartozik, hogy általában, ha egy onkológiai beteg beérkezik a sebészetre, a sebészi konzíliumtól a várólista is általában ez a 4-6 hétre tehető, tehát ennyi idő biztosan rendelkezésre fog állni. És akkor ezen a dián ki is hangsúlyoznám még egyszer, amivel előadást is kezdtem. Nagyon fontos, hogy ezt nem egy új alternatív koncepció a betegek felkészítésére, ellátásra vonatkozóan, hanem ez a korábban már ajánlott és bevezetett ERAS protokollnak a perioperatív ellátásban, illetve a beteg műtét utáni felépítését segítő rehabilitációs protokolloknak a kiegészítése, ami önmagában nem lesz elég hatékony, csak akkor, ha beépítjük ebbe a rendszerben. És mivel itt onkológiai betegekről beszélünk az esetek többségével, arról se szabad megfeledkezni, hogy nem feltétlenül csak a sebészi megterhelésre kell felkészítenünk a beteget, hanem akár már a kemoterápia, adjuváns kezelések alatt is alkalmazhatjuk, mivel az onkológiai kezeléseknek a káros hatását tudjuk kivédeni, és ezáltal megőrizni a betegnek a megfelelő performance státuszát, és ezáltal javítani mind az onkológiai, mind a sebészi kimenetet. A három ponton, amiről az előbb említést tettem, gyorsan végigszaladnék, hogy milyen fő belemei is vannak. Az a régi koncepció, hogy a műtét előtt nyugalomra van szükség a betegnek az elvetendő, hiszen az ülő életmód, az ágynyugalom számos élettani hatással bír, ami növeli a betegnek a sérülékenységét. Ezzel szemben a rendszeres testmozgás a kardiovaszkuláris hatásán, immunrendszert erősítő hatásán túl egyéb kedvező élettani hatásokkal is növeli a szervezet állóképességét, és ezáltal fokozza a műtétből való felépülést, elősegíti a szövődmények csökkentését. Összességében az, hogy hogyan végezzük a betegnek a fizikai felkészítését, a tréningét, arra nagyon sok lehetőség, illetve ajánlás élhető az irodalomba. Ezt lehet felügyelet mellett személyi edzővel végezni, de egyszerűen otthon egyéni edzés keretében is megtehető. Fontosnak tartom, hogy külön kell választani kétféle gyakorlatot, az állóképesség és erőléti gyakorlatokat. Ezek közül érdemi haszna az állóképességi gyakorlatoknak van, ami a kardiovaszkuláris státusz állóképesség javítását célozza. Ez az egyszerű sétától akár a futási kocogásig terjeszthető. Az erőléti erőfejlesztő gyakorlatok ugye célzottan bizonyos izomcsoportoknak a izomtömeg növelését, erejét növelik. Ezeknek elsősorban ortopédiai műtétek kapcsán lehet jelentősége, de külön kiemelném a légzőizmokat és a légzőtornát, ami viszont minden hasi beavatkozás előtt is elengedhetetlen, és nagyon fontosnak is tartom, és a saját protokollomban is majd a előadás másik félbe bemutatom, hogy ennek a beépítése az elengedhetetlen egy ilyen protokollban. Természetesen fontos, hogy a beteg egyénre szabott terápiát kapjon, még akkor is, hogyha ezt egyéni edzés, otthon edzés keretében próbáljuk végeztetni. A betegnek az aktuális állapotához, funkcionális állapotához kell igazítani az edzést. Erre nagyon egyszerűen alkalmazható a borskála, ahol az edzés megterhelését tudja visszajelezni a beteg számunkra, és ennek megfelelően hozzáidomítani majd a későbbiekben a további megterhelést. Az, hogy mennyi edzés végezzen a beteg egy héten, arra is különböző ajánlások érhetők el. Nagy általánosságban azért elmondható, hogy heti 4-5 alkalom intenzív séta az mellékséges hatást tud kifejteni.
rehabilitációban az egyik legjártasabb munkacsoport, a kanadai munkacsoportnak az ajánlását mutatnám itt be, ami röviden ebbe az öt pontba foglalja össze azokat a teendőket, amik a fizikai rehabilitációt elősegíthetik. Ebből talán az első hármat emelném ki, ami egyszerűen megvalósítható, hiszen csak a betegnek fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy lehetőség szerint az ülő életmódot, az ágynyugalmat, az csökken, se legyen minél aktívabb. Amennyiben az állapota lehetővé teszi, akkor napi minimum 30 percet aktív mozgással töltsön el, amiben egy egyszerű séta is igen effektív tud lenni, és amennyiben van rá mód, akkor ezt még egyéb izomerősítő, illetve nyújtó gyakorlatokkal is érdemes kiegészíteni. A második alappillére a rehabilitációnak ugye a tápláltsági állapot, felmérés és ennek javítása. Ezekről nyilván az ERASZ-sal kapcsolatban is már hallhattunk, a betegek jelentős része az valamilyen tápláltsági betegséggel kerül diagnózisra. A malnutríció közül a kaexia, illetve a szarkopénia az idősebb betegek esetében pedig a fokozott sérülékenységgel szinte valamennyi tumoros beteg esetén számolni kell, és ezek számos káros hatással bírnak, amik az elsődleges hatáson túl jelentősen megnyújthatják ugye az ápolási időnket, és fokozhatják a mortalitás, morbiditást. Éppen ezért a tápláltsági állapot felmérése, illetve lehetőség szerint ennek javítása elengedhetetlen valamennyi műtétre kerülő beteg esetében. Erre vonatkozóan számos guideline elérhető, Európában az ESPEN definícióját használjuk elsősorban. Úgy gondolom, hogy ez valamennyi sebészi viziten megtehető és minimum elvárás lehet, hogyha egy műtétre kerülő betegnek legalább egy BMI-t, illetve az elmúlt néhány hónapban, 3-6 hónapban történt testtömegcsökkenést felmérjem. Ez alapján már tájékozódó jelleggel kiszűrhető az a beteg, akinek fokozott kockázata van malnutrícióra, és innentől kezdve tovább irányítható egy dietetikai tanácsadásra, egy részletes állapotfelmérésre, ami keretében tápszeres javaslattal elláthatjuk a beteget, és ennek megfelelően egy megfelelő tápláltsági állapot érhető el a műtétig. Az erre vonatkozó ajánlásokra én most nem is térnék ki részletesen, hanem elsősorban a rehabilitációval kapcsolatos plusz információkra térnék ki. Nagyon fontosnak tartjuk, és ezt Balázs előadásában is láthattátok, hogy az egyik legfontosabb tényező a posztoperatív szövődmény szempontjából az a zsírmentes testtömeg. Ennek megfelelően a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogyha egy olyan elhízott beteggel van dolgunk, aki mindemellett szarkopéniás is, tehát az izomtömege elenyésző a testtömegéhez képest. Ha a célunk az az, hogy ezt a zsírmentes testtömeget növeljük, akkor megfelelő fehérje bevitelt kell biztosítani, amivel az exogén aminósabb bevitelt is megfelelően meg tudjuk támogatni. Általánosan elmondhatjuk, hogy egy daganatos sebészi betegnek minimum 1,5 g per testtömegjogon fehérje bevitelre van szüksége. De ezt mind kiegészítjük azzal, hogy a rehabilitáció során a beteg valamilyenféle testedzést is folytat, akkor ez a testedzés ezeknek a fehérjéknek a beépülését elősegíti, és ezáltal hozzájárul az izomtömeg jobb megőrzéséhez. És ez egy nagyon fontos tény, ugyanis ha megnézzük, akkor van a testedzés követően egy rövid időablak, ezt egy anabolikus ablaknak nevezzük, amikor a fehérjék beépülése a legintenzívebb, és lehetőség szerint ebben az anabolikus ablakban célszerű bevinni egy plusz 20 g fehérjét, ami nagy mértékben hozzájárulhat az izomtömeg megfelelő fenntartásához. Az előzőekhez hasonlóan itt a kanadai munkacsoportnak az ajánlása, ahol az utolsó sorra, oszlopra hívnám fel a figyelmet, ahol látható az, hogy a általános fehérjebevitel mellett egy edzés utáni plusz 20 g-os kiegészítést is javasolnak, és ez azt célozza, amit az előbbiekben elmondtam, hogy a fehérje beépülés segítve az izomtömeget megőrizzük, sőt növeljük a műtétig, ami jelentősen hozzájárulhat a betegeknek a jobb fizikai állapotához. A harmadik pont talán a főleg egy sebész számára a legkevésbé érthető, de ugyanakkor talán az egyik legfontosabb, a betegnek a mentális állapotának a
a követése és szükség szerint segítése. Nyilván egy szorongó, depressziós beteg ebben a nehéz programban, ahol a betegnek ugyanúgy együtt kell működnie velünk, hiszen a edzést, a táplálásterápiát neki kell elvégeznie, és ez többnyire nem is kórházi felügyelet mellett teszi, hanem otthonában. Tehát ha nincs egy megfelelően együttműködő beteg, akkor a program nem lesz hatékony. Ehhez pedig a betegnek a szorongását, depresszióját egyértelműen csökkentenünk kell, és ehhez egy megfelelő pszichés támogatásra van szükség. És ha megnézzük, akkor ez nem is olyan kis arányban fordul elő sajnos a betegeink közül. Egy felmérés alapján a kolorektális daltos betegekben, akiknél még nem is a legagresszívabb gastrointestinális tumorról beszélünk, és egy egyharmados vagy közel 40%-os arányban előfordul valamilyen szintű szorongás vagy depresszió. Ezt a szorongást a szíves vezetéssel tudjuk csökkenteni, és ennek a legfontosabb hozománya az az, hogy a beteg compliance-e javulni fog, és ezáltal a fizikai és táplálási rehabilitációt is növeljük, és a beteg együtt fog működni velünk jobban, jobban vezethető, jobban irányítható lesz. A szíves vezetést azt nyilván meg lehet oldani egy egyéni pszichoterápiában is, de a saját tapasztalatunk is azt mutatja, hogy valójában a csoportos pszichoterápia tudta működőképesebb lenni, illetve hát nyilván a erőforrásokat figyelembe véve valószínű, hogy a elterjedés az inkább ebbe az irányban fog megtörténni. És akkor gyorsan áttekintenénk az irodalmi adatokat. Ugye, ahogy említettem az előadás elején, ez egy nagyon új koncepció. Csupán az elmúlt 10 évre tekinthető vissza az irodalma. És itt ezen az összefoglaló táblázaton is nagyon jól látszik, hogy nagyon kevés, főleg nyugat-európai és egy-egy észak-amerikai centrumban történtek kifejezettebb vizsgálatok az elmúlt néhány évben, és ezeknek a tanulmányoknak a száma is elenyésző, alig 110 tanulmányt talált ez az összefoglaló közlemény is. És ha megnézzük ezek közül a randomizált kontrollált vizsgálatokat, akkor ez mindössze 23 ilyen vizsgálat volt, ami egy igen alacsony szám. Ennek megfelelően, ahogy Balázs első előadásában is láthattátok, a prehabilitációra még magas szintű evidenciát nem tudunk javasolni. Az ERAS guideline-ba is csak alacsony evidenciával került egyelőre még be, de reményeink szerint ez a jövőben meg fog változni. A legtöbb publikáció az kolorektális daganatokkal kapcsolatban született, ennek nyilván alapvető oka az, hogy az ERAS protokoll is elsősorban ebben a betegcsoportban terjedt el először, itt van a legtöbb tapasztalat vele kapcsolatban, illetve ez egy viszonylag nagyszámú populáció, ahol könnyű ilyen jellegű tanulmányokat szervezni. Számos közlemény lehető fel, ezeknek a, száz közleménynek több mint a fele az korrektális daganatokkal foglalkozik. Ezek között találhatunk randomizált kontrollált vizsgálatokat is. Az eredmények közül kiemelném azt, hogy a prehabilitációnak köszönhetően a beteg funkcionális állapota a műtét időpontjában egyértelmű javulást mutat. Ezt bárhogy is mérték fel, legáltalánosabban ez a 6 perces járástávolság, illetve szorító előt alkalmazzák a közlemények, de egy egyértelmű javulás volt látható a betegeknek a preoperatív állapotában. Hasonlóan az életminőségi mutatók, illetve a szorongást, lelkiállapotot jelző mutatók is javultak. Ugyanakkor sajnos a mortalitás, morbiditás, illetve a nyugati centrumokban nagyon meghatározó kórházi tartózkodás hosszában nem lehetett egyértelmű különbséget, egyértelmű javulást kimutatni a kontrollcsoporthoz képest, aki többnyire csak ERAS protokollon mentek keresztül. Ennek az egyik lehetséges oka az az, hogy ezek többnyire generalizált populációkon vizsgált tanulmányok voltak, ahol a legelesettebb idős betegektől a legfiatalabb daganatos betegeig mindenki bekerült. Éppen ezért az újabb irányzatok azok arra vonatkoznak, hogy csináljunk egy preoperatív állapotfelmérést, szűrjük ki azokat a betegeket, akik valóban esendőek, és akik valóban profitálhatnak egy ilyen összetett programból, és ezeket a betegeket célzottan kezeljük a prehabilitációval. Az utóbbi évek közleménye is erre vonatkoznak, mintha láthatjuk,
látják, láthatjátok, ezek a közlemények többnyire idős, 60-65 év feletti betegekkel, illetve különböző paraméterek alapján sérülékeny betegekkel foglalkoznak, ami esetben már valamilyen szintű morbiditás, mortalitás, javulás is kimutatható volt, de ezeknek a döntő többsége futó tanulmány, tehát a részletes eredményekre még várunk. Hasonlóan nagyon kevés az evidencia, nagyon kevés publikáció érhető el egyéb gastrointestinális tumorokkal kapcsolatban. Itt néhány közleményt feltüntettem, ami elsősorban HPV-sebészettel, máj, pankrász, illetve felső gastrointestinális traktussal, főleg nyelőcsös sebészettel foglalkozik. Ezekkel a tumoros betegekkel kapcsolatban azonban tényleg egy-egy cikk található csupán, úgyhogy evidencia szintű ajánlást itt végképp nem tudunk megfogalmazni. Ugye akkor felhívná a figyelmet arra, hogy három munkacsoport is elindított nemzetközi randomizált kontrollált vizsgálatokat. Ezek nagy esetszámú tanulmányok várhatóan néhány éven belül be is fejeződnek, és ezt követően már valószínű, hogy magasabb evidenciák is rendelkezésre fognak állni, azonban ezek még néhány évnyire vannak tőlünk. És akkor nem önszélvel, inkább csak azt bemutattandó, hogy ez a koncepció ez nem csak egy futurisztikus dolog, hanem a magyar valóságban is megvalósítható, saját eredményeket is szeretnék bemutatni, amit nemrégiben Balázsral publikáltunk is. A saját vizsgálatunkat szintén kolorektális betegeken végeztük. Ez egy randomizált kontrollált vizsgálat volt, amiben sikerült közel 200 beteget beválasztani, és ennek megfelelően közel 100-100 beteg volt karonként. A beteg egy része egyszerű ERAS protokoll, ERAS ellátásban részesült, meg a másik karon prehabilitációt végeztünk, rendes multimodális háromkarú prehabilitációs programmal. Hogy hogyan is lehetett ezt megvalósítani a hazai körülmények között, azt röviden a fenti dián mutatnám be. Kezdtük a diagnózis felállításakor egy általános állapotfelméréssel, ahol egyszerűen a 6 perces járástávolságot a előbbi képen látható futópados módszerrel megmértük, illetve spirométer segítsége a beteg légzési kapacitását is vizsgáltuk. Majd ezt követően egy 4 hetes felkészítő programban részesültek a betegek, amelynek elemei nagyon egyszerűen csupán egy emelkedő intenzitású heti 5 alkalmat előli irandó séta, illetve egy otthoni légzőtréner kiadásával, illetve légzőtorna gyakorlatok megtanításával végzett légzőtorna volt, ami szintén heti 5 alkalmat ölelt fel, és ez csupán napi fél óra sétával, illetve 2x15 perc légzőtornával a betegnek napi 1 órát vett igénybe. A magának a tréningnek a felügyeletét azt hetente kontrolláltuk, a betegek munkanaplót kaptak, amiben vezetni kellett az elvégzett gyakorlatokat. Ezzel egy ülésben nyilván felmértük a betegek tápláltsági állapotát, illetve mivel daganatos betegekre volt szó, valamilyen tápszeres javaslattal többnyire elvártuk őket, és táplálás kiegészítésben is részesültek, illetve az első alkalommal az ERAS protokollnak megfelelően ERAS ambulancián, ERAS nővér megfelelő felvilágosításban részesítette a beteget, felhívtuk a figyelmet a dohányzás elhagyására, az alkoholtilalomra, és egy nagyon fontos lehetőséget biztosítottunk csoportterápián való részvételre, ahol csoportos üléseken belül lehetőség volt a stressz kezelésére is. Ez talán a leggyengébb látszám, a saját tapasztalatunk azt mutatta, hogy a betegeknek egy kis része vett részt ezeken a csoportterápiákon, de a jövőben ez mindenképpen javítható lesz, úgy gondolom. És akkor megnézzük az eredményeinket, ez nagyjából összecseng az irodalmi adatokkal. A preoperatív státusz javulását egyértelműen mi is ki tudtuk mutatni. A 6 perces járástávolság növekedett, illetve a betegeknek a szorongása, a depressziója is jelentős mértékben csökkent, illetve ez az állapotjavulás nem csak a műtét előtt, hanem a műtét utáni gyorsabb felépülésben is megnyilvánult. Az előadás elején mondtam, hogy ennek nagy jelentősége lehet, hiszen ezek a betegek onkológiai betegek, tehát ha gyorsabb felépülés, az korábbi onkológiai kezelés megkezdését eredményezheti, aminek talán a jövőben kimutatható hatása is lesz az onkológiai kimenetelre.
Ehhez hasonlóan a életminőség javulásában is bizonyos paraméterek tekintetében egy szignifikáns javulás volt kimutatható, de ha megnézzük ezt a pókháló diagramot, akkor valamennyi paraméterben jobban teljesítettek azok a betegek, akik rehabilitációban részesültek. Ugyanakkor mi se bontottuk szét ezt a betegpopulációt, tehát egy nagyon vegyes, daganatos betegpopulációról beszéltünk, amelynek megfelelően a morbiditásban, mortalitásban, illetve a kórházi tartózkodás hosszában nem sikerült szignifikáns különbséget kimutatnunk, de úgy gondolom, hogy azóta az elemszám az megduplázódott, és nekünk is lesz lehetőségünk alcsoportanalízisekkel megkeresni azt a beteganyagot, aki a legtöbbet profitálhat egy ilyen programból, hiszen nem kevés energiabefektetést igényel az ellátótól, tehát az erőforrásoknak az észszerű eloszlása érdekében nagyon fontosnak tartom, hogy egy megfelelő állapotfelmérésre kiszűrjük azokat a betegeket, akik ebből hasznot húzhatnak a jövőben. És ezt összefoglalandó mutatnám be az egyik legjelentősebb külföldi centrum, a Manchesteri Centrumnak az ajánlását, és úgy gondolom, talán ez tud egy take-home message is lenni az előadással kapcsolatban, ami kiemeli annak a fontosságát, hogy amikor megszületik a diagnózis, a multidisziplinális tímen eldől az, hogy a beteg műtétre fog kerülni, vagy az ott esetben egy neoadjuváns kezelésben fog részesülni, akkor első lépésnek kell lenni a betegnek az állapot felmérésének. Ez magába foglalja nem csak a tápláltsági, hanem a funkcionális állapot felmérését is, és akkor itt a diának a jobb alsó sarkában látható egy nagyon jól megfogalmazott ajánlás, ahol amennyiben ez a beteg performance státusa kielégítő, ha felmérjük a funkcionális állapotot, ami egy egyszerű járás távolság, amit tényleg bárhol meg lehet csinálni, és ez adott esetben ennél a beteg populációnál 400 méter feletti, akkor azt mondhatjuk, hogy nincs szükséges speciális előkészítésre, az egyszerű eraskarra kerülhet a beteg, és nem terheljük a prehabilitáció rendszerét. Abban az esetben, hogyha a betegnek a funkcionális állapota valamelyes károsodik, és itt ebben a például mondjuk 200-400 méter között helyezkedik ez a járástávolság, akkor már prehabilitáció javasolható, ami ebben az esetben, ebben az ajánlásban 3 hét, viszont ennek nem kell felügyeltnek lennie, tehát ismét kevésbé terheljük vele a rendszerünket. És minden olyan betegnél, akiknél ennél rosszabb általános állapottal, funkcionális státusszal találkozunk, már speciális egyére szabott rehabilitáció javasolható, és ezekre a betegekre kell igenis nagyon oda koncentrálni, és célzott terápiába részesíteni, és rehabilitációval megfelelően felkészíteni a műtétre, és ez esetben várható az, hogy az ő esetükben már nem csak a funkcionális státusz javulása, hanem a mortalitás, morbiditás csökkenése, kórházi tartózkodás hossza, ápolási napok rövidítése is eredményes lesz. Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a major sebészeti beavatkozások azok komoly megterhelést jelentenek a betegnek, amelyel következtében az életminőség romlása várható. A prehabilitáció célja a betegek preoperatív funkcionális kapacitásának növelése, és ennek megfelelően a szövődmények csökkentése, felépülése, előszeregítése. Ez egy multimodális program, ami számos szakma együttműködését vonja magával, és célja a fizikai tápláltság és mentális állapot javítása, és hangsúlyoznám, hogy ez csupán 4 hét is elegendő ennek a hatásnak az elérésére. Még vitatott a hasi sebészeti kórképek esetén a rehabilitáció szerepe, de azért egyre több tanulmány igazolja azt, hogy ez hasznos lehet, és reményeink szerint néhány éven belül megszületnek azok a nagy betegszámú randomizált kontrollált vizsgálatok, amik alapján már evidencia szinten is tudjuk mondani a rehabilitáció szükségességét. Jelenleg korrektes adatokkal van a legtöbb tapasztalatunk, amelyek, mint említettem, inkább az állapotjavulást tudták kimutatni, de a mortalitás, morbiditás javulását nem, de a jövőben reményeim szerint ezek eredmények is javulni fognak, és összességében ennyit szerettem volna elmondani a prehabilitációról, és köszönöm a figyelmet. Szuper, köszönjük szépen, Andris. Nagyon jó összefoglaló volt. Néhány kérdés följött itt a Q&A
Q&A falon. Pár percünk van még erről beszélni, mielőtt aztán lezárnánk a mai fórumot. Egyik kérdés, talán nekem szól a bélelőkészítés gyakorlatáról, helyi gyakorlatáról, illetve hogy milyen műtéteknél, milyen bizonyítékek alapján történik. Ja, annyit kell tudni a történetéről a bélelőkészítésnek, hogy egészen 2015-ig több vizsgálat történt. Ezekben metaanalízisek is azt elemezték, hogy a szájon keresztül, tehát orális mechanikus bélelőkészítés IV antibiotikum profilaxissal együtt, az hatékony-e, vagy hasznos-e a sebszövődményeknek a megelőzésére. És ezek, tulajdonképpen azt kell mondani visszamenőleg, hogy ezek viszonylag rossz minőségű vizsgálatokra lettek alapozva ezek a metaanalízisek. Az ajánlások mégiscsak ezek alapján lettek annak idején 2015-ig megfogalmazva, és akkor elindult egy tendencia elsősorban Nyugat-Európában a mechanikus bélelőkészítésnek az elhagyására. Most az az érdekes, a guideline-ok ezt fölvették, ezt a koncepciót. Ennek ellenére a fordulópontot az jelentette, hogy egy sok ezer Egyesült Államokbeli sebészt megkérdeztek egy tanulmány keretében, hogy ezt a bélelőkészítésnek a koncepcióját ezt a gyakorlatban átvették-e. És az derült ki, hogy egyáltalán nem tudott ez az elv diffundálni a sebészeti gyakorlatban. És akkor ennek alapján 15 után kezdődtek meg az új vizsgálatok, kombináltan a per-os antibiotikum és IV antibiotikum szisztémás előkészítést, hogy ez a kombinációban a mechanikus béltisztítással az hogyan befolyásolja a sebszövődményeket, és ekkor jött a fordulat, mert úgy tűnik, és ez jelenleg tartja is magát ez a koncepció, hogy kolorektális daganatoknál kifejezetten haszna van a sebszövődmények, és a varratelítelenség szempontjából is a per-os plusz IV antibiotikum plusz mechanikus bélelőkészítésnek. Úgyhogy most ezek a legfrissebb eredmények. Külön fölhívnám itt a figyelmet rá, hogy van néhány jó tanulmány, ezek közül az egyik legjobb, amit a Pap Géza és munkatársai jegyeztek. Ez egy Magyarországon végzett prospektív, randomizált vizsgálat volt. 2021-ben jött ki ennek az eredménye, és ez hasonlóan alátámasztja ezt a koncepciót. Tatabányán mi a saját gyakorlatunkban szintén ezt követjük, kolorektális műtétekre mindenképpen, tehát mi neomicinnel, mint per-os antibiotikummal, plusz metronidazollal kezeljük a beteget műtét előtti nap, és a műtét napján kap IV-n harmadik generációs kefalosporint plusz IV metronidazolt egyszeri dózisban. Tulajdonképpen ez és ehhez jön a mechanikus béltisztító, ami vagy orális PEG, tehát polietilén glikol, vagy foszfát tartalmú, most nálunk éppen egy olcsó, elég hatékony, beszédes nevű, szolúció drasztikum nevű orális béltisztító, amit használunk, valóban drasztikus. Ezt használjuk, figyelni kell nagyon, mivel ezek zömében ozmotikus elven dolgoznak, figyelni kell a betegnek, főleg az idősebb betegeknek az exszikációjára. Ez a gyakorlat. Más gastrointestinális, felső gastrointestinális műtéteknél, például gyomortumort, ha operálunk, a guide-ok nem ennyire kemények. Mi Tatabányán azt tapasztaljuk, és ez a saját gyakorlat, hogy ugyanúgy készítjük el a gyomortumorosokat is, mint a vastagbéldaganatosokat is. Erre talán nem lenne szükség, mégis a helyi tapasztalat az is, erre van helyi fölmérésünk, hogy a sebszövődményeink, az elsősorban a tenyésztési eredményekre alapozva a sebszövődményeink azok számban jelentősen lecsökkentek, amióta előkészítjük a gyomordaganatos betegeket is. Kemény evidencia erre egyébként nincsen. Nem tudom, Andris, nálatok hogy alakul ez a kérdés a klinikán? Tudnál erről egy pár szót mondani? Persze. Nagyjából hasonló a hozzáállás általad elmondatokhoz. A kolorektális profilban mi a preoperatív időszakban mechanikus bélelőkészítést alkalmazunk, a műtét napján IV antibiotikum profilaxist hasonló módon megkapják a betegek, illetve az utóbbi időben nálunk is bevezettük az előtte napi per-os antibiotikum adását is.
Egyéb felsőgasztrointestinális vagy HPV műtétekkel viszont nem használunk mechanikus bélelőkészítést, mi csak aznapi antibiotikum profilaxis visszük be, tehát ott nincsen bélelőkészítés. Okay. Esetleg azt megkérdezhetném még tőletek, hogy ahol mechanikus bélelőkészítés van, ott a preoperatív fluid management az a sebész előírása szerint, vagy az anesteziológus teszi meg? Tehát, hogy ha perosz nem is, de akkor intravénásan kapjon-e a beteg, és hogy mennyit, hogy ez itt mennyire van konszenzus a határszakmák között? Tulajdonképpen ismerjük a tatabányán az anesztéziával egymásnak a gyakorlatát. A hétköznapi gyakorlatban sebész írja elő egyébként a preop folyadék előkészítését a betegnek, de tulajdonképpen ez konszenzusban történik az anesztéziával, tehát ők ennek tudatában vezetik utána a beteget. De nem folynak bele tulajdonképpen a premedikációnak, ha úgy kérdezed, nem része a folyadék terápia előírása. Oké. Jó. Oké. Nézzük, más kérdés az. Ja, még egy kérdés jött a Rosszman Petrától, szintén bélelőkészítéssel kapcsolatban, hogy a rostmentes tápszerrel való előkészítés, és hogy az helyettesítheti-e a bélelőkészítést. Rostmentes tápszert azt mi adunk a betegnek, de nem helyettesíti. Tehát az összes stadi, amik ezt vizsgálják, az rendes bélmosóval. Különböző anyagok vannak erre, de rendes bélmosóval dolgozik, úgyhogy azt lehet erre most mondani, hogy nem helyettesíti. Jó. Más kérdést egyelőre nem látok, és szerintem az idő végére is értünk. Ugye? 7 óra van mindjárt. Úgyhogy én összefoglalásul annyit mondanék el a 3 előadás után, hogy tulajdonképpen a tanulsága ennek az egész ERAS és prehabilitációs témának, hogy itt a betegeknek illetve a műtéti kimenetelt, azt jelentősen tudjuk befolyásolni egy nagyon jól szervezett és multidisziplinális összefogással. Ez az összefogás, ez mindenképpen az összes elemét tekintve, ez komoly szakirodalmi evidencián kell, hogy alapuljon. Ugye ez az ERAS rendszernek az egyik alappillére, de ismernie is kell az egyes szakmáknak egymás tevékenységét, tehát ez egy folyamatos kommunikációt is megkövetel az anesztézia, a sebészet, illetve a társszakmák részéről, dietetikusokra, gyógytornászokra gondolok itt. Tehát ezt meg kell tanulnunk, nem csak a beteg kezelés folyamatában követni a szakirodalmat, és szükség esetén szakítani a szükségtelen hagyományokat és az új eljárásokat bevezetni, hanem meg kell tanulni együtt is dolgozni. Tulajdonképpen ez igazából erre szerintem ez egy nagyon jó fórum volt, ez a mai mentorfórum, ahol ezúttal is szeretném Andrissal együtt megköszönni az anesztéziának a kedves meghívását, illetve hogy lehetőséget biztosítottatok arra, hogy itt a sebészeti szempontokról is beszélhessünk a ti általatok szervezett fórumon. Ez egy hosszú út igazából, ameddig egy jól működő ERAS, illetve rehabilitációs protokoll egy munkacsoportban hatékonyan jól tud működni, de én mindenkit bátorítanék rá, hogy induljon el ezen az úton, mert úgy tűnik, hogy ez jelenleg az ismert leghatékonyabb módszer a betegeknek a kezelésére. Úgyhogy ezzel szeretném én lezárni a mai fórumot. Köszönöm szépen mind a 3 előadó nevében a figyelmet, és jó pihenést kívánok minden hallgatónak. Köszönjük. Én még annyit mondanék, mivel anesteziológus vagyok, és szerintem egy csomó anesteziológus van a hallgatók között, hogy szerencsés vagyok, mert egy olyan munkahelyen dolgozom, hogy az invazív szakmákkal jó a viszony, de hogy így végighallgattam az előadásaitokat, tehát én a betegeknek és az anesteziológusoknak még sok ilyen hasonló gondolkodású sebészt kívánok, mint az András meg a Balázs, hogy nem csak a szikéjével gyógyít, hanem egységbe látja a beteget, és csapatba gondolkodik. Úgyhogy nekem ez mindenképpen fölüdülés volt veletek így együtt részt venni ebben ezen a webináron. Úgyhogy én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen akkor. Köszönöm. Viszontlátásra, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!